Nyolcadik rész. Viva el Toro. 8/1. Addig úgy érezte, mintha a saját koponyája fölött lebegne, de amikor a dagadt kört lehúgyozta, minden más lett. A feje nem volt többé héliummal töltött léggömb, inkább lapos kő, amelyet egy erős kéz elhajított, hogy kacsázzon a tó felszínén. Norman nem lebegett többé, inkább ugrott. Még most sem hitt el, hogy ez a nikkel hústorony így kikészítette. Tudta, mi történt, de a tudást és a hitet olykor világok választják el, és így esett ez most is. Mintha valami sötét mutáció ment volna végbe. Norman kicserélődött. Tehetetlen tárgyként tányódott az érzékelés felszínén, csak néha támadt fel benne valamilyen gondolat, vagy furcsa, összefüggéstelen emlékoszlány. Emlékezett rá, hogyan kapaszkodott fel utoljára ott a budi mögött, fél tucat sebtől és karcolástól vérző géppel eldugult orral, hogyan sajgott az egész teste a saját tolókocsijával való többszörös ütközéstől, hogyan lüktettek a bordái és a belei a másfél mázsás súlytól, amely az imént még rajta trónolt. Mindezt azonban elviselte volna akár még többet is. Igazából a dagadt görti vizeletének nedvessége és szaga borította fel szellemi egyensúlyát. És még ha csak vizelet lett volna. De női viszelet volt. Ha eszébe jutott, mit művelt vele a boxos szuka, üvölteni támadt kedve. Ilyenkor folyt össze előtte a világ, holott tudta, hogy ha nem akarja rácsok mögött kényszer zubbonyba préselve és torazinnal teletömbe végezni, szüksége van a vonalra, amely a világhoz köti. A sövény mentén botorkálva az járt a fejében. Kapd el, csak vissza kell fordulnod és elkapnod. Kapd el, és öld meg azért, amit veled tett, különben soha többé nem tud sem aludni, sem gondolkodni. A másik énje azonban okosabb volt ennél, így mégsem kapta el a nőt, hanem rohant tovább. A tagadt görti bizonyára azt képzeli, hogy őt a közeledő emberi hangok riasztották el, de téved. Azért ered futásnak, mert a bordája olyan szörnyen szúlt, hogy nem bírt rendesen levegőt venni, emellett a gyomra is sajgott, herejébe pedig beleköltözött, az a mélységesen mély, sötét, kétségbeesett fájdalom, amelyet csak a férfiak ismerhetnek. Továbbá nem is csak a fájdalom üszt el, a fájdalom előzménye is sokat nyomtak alatban. Attól félt, hogy ha ismét a dagadt görtire támad, azt talán már nem adja a meccset döntetlenre. Ezért vágtatott most a kerítés mentén, amilyen gyorsan csak vitte a lába, és a dagadt görti hangja csúfondáros szellemként üldözte. Hagyott egy kis üzenetet. A veséje az én vesémre bízta. Egy kis üzenetet, Normi. Most átadom. Ekkor a tudata ismét ugrott egyet. A kő a valóság lapos felszínének ütközött, majd lepattant róla, és mire magához tért, eltelt némi idő. Lehetett 15 másodperc, de épp úgy 45 is. Már kiért a főútra, és rohant a Vidám Park felé, fejvesztetten, öntudatlanul, akár az egymás taposó csatából menekülő tehén. Fogalma sem volt róla, hogy nem közeledik, hanem mindinkább távolodik a kert kijáratától, és a móló, vagyis a tó felé szágult, ahol játszik könnyedséggel, zsákutcába szoríthatják, és ártalmatlanná teheti. Eközben tudata az apja, ama jó emlékezetű ágyék taperoló hangján süvített. Aki igaz csak egyszer egy emlékezetes vadászkirándulás alkalmából még le is szopta a farkát. Egy nő! Vikácsolta Ray Daniels. Hogyan engedhetted, Normi, hogy egy picsa a húgyával sikálja tisztára a pofád? Elhessegette a hangot. Az öreg épp eleget ordibált vele, amíg élt. Vesszem meg, ha hagyja, hogy még a koporsúból is ugyanazt a hülye sódert nyomja. Igenis, el tud bánni Görtivel is, Rózzal is, az összes többi nőstényel is, csak ahhoz először el kell tűnnie innen. Méghozzá azelőtt, hogy a park összes biztonsági embere a kopasz véres képű hapsira vadásznak. Már is túl sokan bámulják, és megvan rá minden okuk. Bűzlik a húgytól, és úgy fest, mintha egy oroszlán tépázta volna meg. Befordult egy mellékútra, amely a videójátékterem és a déltengeri államutazás között nyílt. Semmilyen terve nem volt, kivéve azt, hogy a főút szájtáti tömeg elől elmeneküljön, és ekkor egyszer csak kihúzták a szerencse számát. A játékterem ajtaja kinyílt, és valaki kilépett rajta. Norman csak feltételezte a gyerek, de biztosra nem mehetett.
Az illető alacsony volt és gyerekalmit viselt. Farmert, rébakcipőt, Michael megdörmet a spólót. A lányt, akit szeretek, esőnek hívják, át rajta, ki tudja, mi a faszt jelentett ez. De egész fejét gumi állarc takarta. Az állarc Ferdinándot, a bikát ábrázolta szélesen és bárgyon vigyorgó kivitelben. Szarvait virágfüzérek díszítették. Norman pillanatnyi habozás nélkül odakapott, és lerántotta az állarcot a srác fejéről. Az állarcar kijött egy csomóha is, de bánja a franc. Éhé, sivalkodott a gyerek, aki így állarc nélkül 11 év körülinek látszott, de a hangjából inkább felháborodás sütött, semmint félelem. Adja vissza, az az enyém, én nyertem. Mit képzel, micsoda? Norman ismét odakapott. Tenyerébe vette a srác fejét, és jó keményet taszított rajta. A gyerek átepült a déltengeri álomutazás bódéjának könnyű vászonfalán, méregdrága surranója a levegőben kaszált. Ha bárkinek elmondod, visszajövök és megöllek. Morogta bele Norman a még hullámzó vászonfalba, majd gyors léptekkel visszaindult a főútra, menet közben fejére húzva az állarcot. Az állarcnak ocsmány gumiszaga volt, és előbbi tulajdonosának izzadsága is bűzlött, de ezek a szagok nem izgatták Normant. Annál inkább izgatta a gondolat, hogy az állarc hamarosan Görti viszeletének szagát is felveszi. Aztán a tudata ismét ugrott egyet, s Norman egy időre beleveszett az ózonrétegbe. Ezúttal azonban, amikor visszatért, már a Press utcai parkoló felé ügetett, félkézzel jobb mellkasát nyomogatva, amely minden lélegzetvételre gyötrelmesen sajgott. Az állarc szaga minden bal sejtelmét igazolta. Letépte magáról, és hálásan szippantott a hűvös levegőből, amelynek végre nem volt sem húgy, sem pinaszaga. Aztán az állarcra nézett, és megborzongott. Volt valami kísérteties ebben az ízetlenül vigyorgó pofában. Az állarc bikát mintázott, orrán áthűzött gyűrűvel, virágfüzérekkel a szarvain, ám ez a bika úgy vigyorgott, mintha elloptak volna tőle valamit, de még ahhoz is hülye, hogy tudja, mi az a valami. Már-már elhajította az egész vacakot, de erőt vett magán. Tekintettel kell lennie a parkoló őre is, aki minden bizonnyal megjegyzi majd, hogy az egyik ügyfél Ferdinánd a bika állarcában borzott el, de talán nem rögtön azonosítja azzal az emberrel, akiről a rendőrség nem sokára majd kifaggatja. Ha ezen az áron némi időt nyer, akkor igazán kell lenne megválni az állarctól. Beült a tempó kormánya mögé, az állarcot az ülésre dobva, majd előre dőlt és összeérintette a gyújtás két hozalát. Így meghajolva az ingéből áradó húcak olyan tisztán és marón csapta meg, hogy a szemek könnybe lábadt. Rózi szerint vesebuzi vagy, hallotta dagadt Görti a pokolbeli boxos szuka hangját a tudatában. Iszonyúan félt, hogy többé nem szabadulhat a jelenlététől. Mintha a nő valamiképpen megerőszakolta volna, és most ott növekednék benne a megtermékenyített petesejt, amelyből formátlan torzsület magzat fejlődik. Olyan hapsi vagy, aki nem szeret nyomokat hagyni. Elég volt, gondolta. Hagyd abban, ne gondolj rá. A veséje üzen valamit, és az üzenet az én vesémre lett bízva. És aztán az arcába szódult a bűzlő folyadék forrón, mint a gyerekkori láz. Nem. Bődült el teletorokból, és öklével belevágott a párnázott műszerfalba. Ezt soha. Ezt én velem nem csinálhatja meg. Ökle szinte magától zúgott előre, s belecsapott a visszapillantóba, amely letört, a szélvédőnek ütközött, majd kikötött a földön. Norman ekkor a szélvédőt kezdte püfölni úgy, hogy belefájdult a keze, s a rendőr akadémián kapott gyűrű csillagformává összeálló karcolásokat hagyott az üvegen. Már éppen a kormányt vette volna munkába, amikor nagy nehezen órá lett magán. Felnézett, s megpillantotta a napellenző alá dugott parkolójegyet. Erre összpontosította figyelmét, és megpróbált lehiggadni. Amikor úgy érezte, sikerült összeszedni a magát, elővette zsebéből a pénzét, és kiszabadított egy $5 a csiptető alól. Aztán felvértezte magát a bűzellen. Ám bár az elől nem nagyon volt védekezés. Visszahúzta fejére a bikaárcot, lassan az ő bódéjához hajtott,
Ott letekerte az ablakot, és az állat szemlésén át az őre merett. Nem került el a figyelmét, hogy az ipse, amikor kihajolt a pénzért, remegő kézzel a fülke ajtajába kapaszkodott. Norman újabb csodával találkozott. A pofa részeg volt. Mi van el, Toro? Mondta az ő, és harsogva nevetett. Ez a beszéd, felelte a fortempóból kihajló bika. El, Toro, grande! 2:50 lesz. Tartsa meg a visszajárót, mondta Norman, és elhajtott. Még a következő sarokig sem élt, amikor leállt a járda szegénynél, mert rájött, ha nem szedi le magáról ezt a lühes állarcot, pillanatok múlva belelúkázik, és ezzel lényegesen ront a helyzetén. Vakrémülettel cibálta húzgálta, mint aki csak most veszi észre, hogy pióca tapadt az arcára, aztán minden elsüllyedt, a tudata ismét ugrott egyet, és űrszondaként rugaszkodott el a valóság talajától. Amikor magához tért, mesztelen felsőtest terült a kocsiban, és a közlekedési lámpa éppen pirosat jelzett. Az utca túlsó sarkán egy bank órája mutatta villogva az időt. 2:07 volt. Körülnézett, és meglátta, hogy az inge a kocsi padlóján hever, a visszapillantó tükörrel, meg az elorzott állarccal egyetemben. Föltép betyütten, s valamiképpen megbicsaklottan bámult fel rá üres szemével, amelyen átlátszott az utasülés előtti padlószőnyeg. Boldog, együgyű, vigyoromos travasznak, beavatottnak tűnt, de se baj, ő, hogy az átkozott vacak már nincs az arcán. Norman bekapcsolta a rádiót, a letört gomb miatt kissé nehézkesen, de sikerült. Na, a rádió most is az örök zöldeket sugárzó adóra volt beállítva, és Tommy Jones meg a Sanders együttes már rá is gyújtott az egy kis egyebegyére. Norman menten csatlakozott hozzájuk. A szomszédos sávban könyvelőszerű férfi ült Kandia kormánya mögött, és óvatos kíváncsisággal sandított át Normanre. Norman először nem értette, milyen érdekes rajta, míg nem eszébe jutott, hogy az arca véres. Mostanára úgy érezte, a vér már rá is száradt a bőrére. No meg ink sem volt rajta, világos. Itt tenni kell valamit, méghozzá gyorsan. De először... Áthajolt az állarcért, belebújtotta a kezét, ujjai hegyét a bika gumiszájába akasztotta, majd felemelte Ferdinándot, s az ablakon át a nóta ritmusára mozgatta a száját. Hadd taloljon együtt Tommy Jones-szal meg a Sondez együttessel. Közben a csuklóját is ide-oda ingatta, mint a Ferdinánd bugizna is a zenére. A könyvelőszerű férfi gyorsan elfordította a tekintetét, és inkább az utat nézte. Néhány pillanatig nem mozdult, aztán áthajolt az ütösülés ajtajához, és lenyomta a zárat. Norman vigyorgott. Aztán ismét a földre ejtette az állarcot, és mesztelen mellébe törölte a kezét, hát ha eltünteti róla a bika szagát. Nagyon jól tudta, milyen dirisnek, s egyszer s mint ijesztőnek látszott, de ha a fene fenét eszik, akkor sem hajlandó visszabújni a pisás ingbe. A motoros cseki ott hevert mellett az ülésen. Annak legalább száraz a belseje. Norman felvette, és az álláig húzta a cipzát. Eközben a lámpa zöldre váltott, a kamri úgy lőtt ki mellőle, mint az ágyú golyó. Norman is áthajtott a kereszteződésen, de sokkal ráérősebben, és közben együtt énekelt a rádióval. A szám a diákévét juttatta eszébe. Milyen szép volt még akkoriban az élet. Nyoma sem volt, legalábbis az utolsó évig semmilyen aranyos kis róznak, aki mindent elszúr és ilyen cirkuszkaval. Hol vagy, Róz? Kérdezte gondolatban. Miért nem voltál ott a szukaban zájnon? Hol a rohadt életbe kújtorogsz? A saját külön banzáján, suttogta el Toro idegenszerű és mindentudó hangon, mintha nem holmi feltételezést kockáztatna meg, hanem egy orákulum támadhatatlanságával nyilatkoztatná ki az egyszerű igazságot. Norman a járdaszegélyhez hajtott, nem törődve a rakodási terület parkolni tilos táblával. Újból felkapta a padlóról az állarcot, és megint a kezére húzta, csak ezúttal maga felé fordítva. Látta ugyan a saját ujjait az üres szemgötrökben, de azok mégis mintha rámeredtek volna.
Hogy-hogy a saját banzáján, suttogta rekedten. Újjai ott motoztak a bika szájában, érzéketlen dermedve, de jól láthatóan. Gyanította, hogy a hang is az ő hangja, csak éppen másként szólt, és mintha nem az ő torkából jött volna, hanem a vigyori gumiajkak közül szűrődnének ki. Tetszik neki, ahogy a pali csókolja, mondta Ferdinánd. Hallottál már ilyet? Az is tetszik, ahogy fogdossa. Szeretne vele egyepet élni, mielőtt vissza kell jönniük. A bika, mintha sóhajtott volna, és gumifeje fura, világfias beletörődéssel ingott ide-oda Norman csuklóján. De hát minden nő ezért van oda, az egyepetjéért. Bugéznának egész éjjel. Kiről beszélsz? Ripakodott az állarca Norman, halántékán lüktetve dagadtak ki az erek. Ki az, aki csókolja és tapizza? És hol vannak? Azonnal mondd meg. Az állarc azonban hallgatott, hogyan eddig valóban ő beszélt. Mire készülsz, Normi? Ezt a hangot ismerte, a papáé. Az embernek feláll tőle a szőr a hátán, de legalább nem ijesztő, amilyen az az előbbi hang volt, mikor a saját torkából szólt is. Megkeresem, suttogta, és akkor majd megtanítom egyepet élni, a magam gusztusa szerint. Jó, jó, de hogyan? Hogyan akarod megkeresni? Normannek elsőre a Spinkók Dorem úti háza jutott az eszébe. Ott egész biztosan fel van jegyezve Rózi mostani címe. De ettől még nem igazán díjazta az ötletet. Az a ház olyan, mint egy átépített erőd. Ha valaki be akar jutni, szüksége van valamilyen elektronikus kulcskártyára, nyilván olyan szerűre, amilyen az ő ellopott bankkártyája, és alig, hanem a számkombinációt is ismernie kell, nehogy megszólaljon a riasztó. És mi legyen a lakókkal? Persze, rendezhette egy kis lövöldözést. Egy páran meghalnának, a többi elmenekülne. Szolgálati revolvere ott volt a szolgálati szoba páncélszekrényében, íme az utazgatás egyik előnye, de általában hülye az, aki fegyverrel akarja megoldani a problémáit. Tegyük fel, hogy a cím számítógépen van. Több mint valószínű manapság mindenki ezeket a bigyókat használja. Feltehetően még akkor is ott szerencsétlenkedne, s valamelyik nőből próbálná kiszedni a kódszót mi egyebet, amikor a rendőrség ott terem, hogy lepuffantsa. Ekkor újabb hang szólalt meg benne. Úgy szállt fel emlékezetéből, mint a cigaretta füstűkönnyén állt felsejlő látomás. Kár, hogy a koncertről lemaradok, de ha meg akarom venni azt a kocsit, nem hagyhatom ki a... Kié ez a hang, és mit nem hagyhat ki a tulajdonosa? Az első kérdésre pillanatok alatt felötlött benne a válasz. A hang szöszié, a nagyszemű lányé, akinek az az okos kis segje van, és akit igazából valamilyen Pemnek hívnak. Pem a Bájztonban dolgozik, és könnyen lehet, hogy ismeri az ő futórózsáját. Továbbá valamit nem hagyhat ki. Vajon mi lehet az? Ha az ember komolyan töri rajta a fejét, felteszi a jóreg vadászkalapot, és egy kicsit megdolgoztatja azt a ragyogó nyomozói elméjét, nem nehéz kitalálni. Ha valaki kocsira vágyik, egy valamit nem hagyhat ki, a lehetőséget, hogy túlórázzon. És minthogy a lány a karcentről való lemondást vállalta, minden amellett szól, hogy most is ott van a szállodában, vagy ha nem, hát hamarosan ott lesz. És ha tud valamit, ki is köpi. Az a panki punci hallgatott, de csak azért, mert kevés volt az idő, hogy behatóan megvitassák a kérdést. Ezúttal azonban annyi idejük lesz, amennyi csak kell. Erről ő gondoskodik. 8/2. John Gustafson, hélhadnagy párja elhajtott Rózival és Kurt Kinshawval a légsói hármas számú kerületi kapitányságra. Bill a hallián követte őket. Rózi folyvást forgolódott, hogy megbizonyosodjék róla, ott van-e még. Kurt is észrevette, de nem tett semmilyen megjegyzést. Hill a jobbik felemként mutatta be Gustafsont, de Rózi, ahogy meglátta őket egymás mellett, rögvest kitalálta. Hill az, akit Norman vezérülőnek szokott nevezni. Erről árulkodott Gustafson tiszteletteljes pillantása, de még az is, ahogy figyelte Hillt, amikor az a kaprisz ülésén, a lövő ülésen helyet foglalt. Rózi odahaza ezerszer is megfigyelhette ezeket az apróságokat. Elhúztak egy bank órája előtt, ugyanerről olvasta le az időt Norman nem is olyan sokkal korábban, és Rózi úgy fordult, hogy lássa a számjegyeket.
4:09 volt. Ez a mai nap olyan nyúlósnak tűnt, mint a meleg karamell. Ismét visszanézett a vállán át. Retteget, hogy Bill már nincs ott. Lelke egy titkos szugában biztosra vettől lelépett. De tévedett. A fiatalember biztató mosolyt küldött felé, és integetett. Rózi is felemelte a kezét. Helyes fiúnak látszik. Jegyezte meg Gert. Igen, bólintott Rózi, de semmi kedve nem volt Billről beszélni, amikor előttük az a két sarú nyilván éberen fülel minden szavukra. Ben kellett volna maradnod a kórházba, hogy megnézzék, nem tettek árt benned azzal a sokkolóval, vagy mivel. Á, hülyeség, direkt jót tett nekem. Vigyorgott Gert, aki a szakadt köténruha fölött hatalmas kék-fehér csíkos kórházi fürdőköpenyt viselt. Amióta még 1974-ben a baptista ifjúsági táborban elvesztettem a szüzességemet, most voltam először igazi csúcsformában. Rózi megpróbálta mosolyjal nyugtázni a humort, de elég savanyú volt az eredmény. Gondolom, ezzel lőttek a nyárköszöntőnek, jegyezte meg. Nem értem, mire célzol, mondta csodálkozva Gert. Rózi lenézett az ölébe, és nem volt túlságosan meglepve, amikor látta, hogy a keze önkéntelenül ökölbe szorult. Normanre célzok, a kibaszott görényre, amelyik bebütösítette a piknikünket. Maga sem hitt a fülének, ahogy az illetlen szó kibukott a száján, méghozzá egy rendőrségi kocsi hátsó ülésén, miközben az előső ülésen két nyomozó foglal helyet. S még inkább csodálkozott, amikor ökölbe szorult keze oldalra lendült, és nagyot csapott az ajtóra közvetlenül az ablaktekerő kar fölé. Gustafsson kissé összerezzent a kormány mögött. Jél kifejezéstelen arccal hátranézett, aztán ismét előre fordította a fejét. Meg lehet, hogy mormolt is valamit a párjának. Rózi nem volt benne biztos, igaz, nem is érdekelte. Gert megfogta a lüktető kezét, és megkísérelte kinyújtani ökölbe szorult ujjait, úgy törzsölgette őket, mint masszőz a görcsbe rándult izomköteget. Nincs semmi baj, Rózi, mondta csendesen, de a hangja úgy szólt, mint egy nagy teherautó motorja üres járatban. Nem igaz, kiáltotta Rózi, ilyet ne is mondj nekem. A szemét könnyek csípték, de ez sem izgatta. Felnőtt életében először nem szégyenében vagy félelmében, hanem dühében sírt. Miért nem megy már el? Miért nem hagy békén? Összeveri Cynthiát, tönkreteszi a pikniket. Ó, a görény! Ismét az ajtóra akar csapni, de Gert fogva tartotta az öklét. Az a rohadt, kibaszott görény, Norman! Igazad van. Bólogatott Gert, kibaszott egy görény. Olyan, mint egy anyajegy, minél inkább terhetre van, minél erősebben dörgölöd, annál sötétebb lesz. Kurva kibaszott elbeöteg vadállat. Gyűlölöm. Ó, mennyire gyűlölöm. Elhallgatott, s zilálva kapkodott levegőért. Az arca lüktetett, és netős volt a könnyektől, és tulajdonképpen mégsem érezte magát rosszul. Bill. Hol van Bill? Visszafordult. Ezúttal megesküdött volna rá, hogy a férfi közben eltűnt, de megint tévedett, ott volt és integetett. Rózi visszaintett, aztán ismét előre nézett valamelyest lecsillapodva. Dühöng csak, Rózi, megvan rá minden jogod, de dühöngök is, ne félj semmit. Na napunkat akkor se tette tönkre. Rózi döbbenten hunyorgott. Mit beszélsz? Képesek voltak folytatni? Azok után, hogy miért? Te nem folytattad, akárhányszor vert is meg? Rózi értetlenül ingatta a fejét. Van a dologban kitartás, magyarázta Gert. Van benne egy jó adag csökönyösség is, de a lényege az, Rózi, hogy megmutassuk a világnak, csak azért sem adjuk meg magunkat. Bennünket nem lehet megfélemlíteni. Azt hiszed, eddig még sose esett meg az ilyesmi. Ugyan már, Norman csak a legrosszabb a fajtából, de nem a legelső. És ha egy görény felüti a fejét a piknikünkön, és szétpermetezi a bűzét, egy teendő van. Ki kell várni, hogy a szél elfújja a bűzt, és aztán folytatni kell úgy, mintha mi sem történt volna. Hát, ezt teszik most az Ettinger kertben. És nem csak azért, mert szerződést írtunk alá az Indigo Girls-szel, és mindenképpen fizetnünk kéne. Azért folytatjuk a bulit, mert magunkat is meg akarjuk győzni, hogy az életünket nem verhetik ki belőlünk. A jogot a saját életünkhöz. Persze, néhányan azért elmentek. Gondolom, Lana Foynak, meg a pácienseinek bottal üthetik a nyomát. De a többiek azóta már ismét összeverődtek. Amikor mi elhagytuk a kórházat, Consuelo és Robin már indult is vissza az Ettinger kertbe.
Vele való lányok maguk, szólalt meg Hill hadnagy az előső ülésről. Hogyan hagyhatták meglépni? Kérdezte Rózi vádlóan. Úristen, tudják egyáltalán, hogyan sikerült elszerelnie? Nos, szigorúan véve nem mi hagytuk meglépni, felelte elnézően Hill. Az ügy az Ettinger kert biztonsági szolgálatának hatáskörébe tartozott. Mire az első városi sarok odaértek, a maga férjének már híre hangva sem volt. Tudomásunk szerint ellopta valamelyik gyerek állarcát, tette hozzá Gustafsson. Egy olyat, amelyik az egész fejét elfedi, felrakta aztán Ústyi. Nagy szerencséje volt, elhiheti nekem. Mindig szerencséje volt, mondta keserűen Rózi. Éppen befordultak a rendőrségi parkolóba. Bill szorosan a nyomukban volt. Rózi Görthez fordult. Most már elengedheted a kezem. Görth hitt neki, mire Rózi azonnal belevágott az ajtóba. Az ökle most még jobban sajgott, de Rózi lelkének egy eddig ismeretlen zugában élvezte ezt a fájdalmat. Miért nem hagy békén? Kérdezte ismét, csak úgy bele a levegőbe. És a válasz mégsem váratott magára. Tudata mélyén ingelően fátyolos hang szólalt meg. Hamarosan elszakadsz tőle, igazi Rózi. Rózi lenézett a karjára. Merő léba bőr volt. 8/3. A tudata ismét a magasba lippent, el, messzire el, ahogy valaha Marilyn Monroe, az a minden hájjal megkent libac énekelte. Amikor magához tért, éppen egy újabb parkolóban keresett helyet a tempónak. Nem tudta biztosan, hol járt, csak gyanította, hogy a Vásztontól félsaroknyira lehet, abban a föld alatti garázsban, ahol egyszer már parkolt a tempóval. Ahogy előre hajolt, hogy kikapcsolja a gyújtást, pillantása a benzinjelzőre tévedt, és valami igen érdekeset tapasztalt. Elmozdult, és azt jelezte, hogy teli a tartály. Ez szerint legutóbbi tudatvesztéses időszakában valahol megállt tankolni. Vajon miért? Mert igazából nem is tankolni akartam, felelt magának. Ismét előre hajolt, hogy megnézze magát a visszapillantóban, majd észbe kapott, hiszen a tükör a földön van. Felemelte és alaposan szemügyre vette magát. Az arca több helyen feldagadt, és zúzódások sötét lettek rajta. A vak is láthatta, hogy verekedett, de már nem volt véres. Mialatt az automata szivattyú megtöltötte a tempó benzintartáját, ő a benzinkút mosdójában lesikálta magáról a vért. Így már bátran mutatkozhat az utcán. Persze azért nem túl feltűnően, az ember ne hívja ki maga ellen a sorsot. Ahogy szétválasztotta a két húzalt, eltűnődött hány óra lehet. Meg nem mondhatta, nála nem volt óra. Ebbe a bádogladik tempóba se szereltek, egyéb lehetőség pedig itt a föld alatt nem adódik. Tehát fontos ez egyáltalán. Ugyan? Felelte halkan egy ismerős hang. Semmi jelentősége, kizökkent az idő. Lenézett a bika állarcra, amely immár megszokott helyéről az utasülés alól merett fel rá, üres szem, barzongató gyűrött vigyor, és azok az ostoba füzérek a szalv körül. És Norman hirtelen erős vágyat érzett iránta. Hülyeség volt, hiszen felfordult a gyomra a művirágoktól, és még inkább attól a bárgyó, jaj de jó, hogy megniskárolnak vigyortól, és mégis, talán szerencsét hoz. Persze tudta ő, hogy igazából nem is beszél, hogy amit mond, az az ő fejében hangzik el, de egy biztos, az állarc nélkül soha ki nem jut az Ettinger kertből. Erre akár méget is vehet. Nem bánom, gondolta, hívva el Toró, és lehajolt az állarcért. Aztán úgy tetszett, minden átmenet nélkül előre dőlt, átfogta a szöszi derekát, és szorította, hogy ne jusson levegőhöz, és ne sikolthasson. A lány éppen egy a csak személyzet részére felirató ajtó lépett ki, maga előtt tolva a kis ágynemis kocsiját. Normannek úgy rémlett, elég régóta várakozott az ajtó előtt, de ez már nem volt érdekes, hiszen most szépen visszamennek a csak személyzet részére szolgáló helyiségbe édeskettesben, Pam és az ő új barátja Norman. Viva el Toró! A lány vadul rúgkapált, néhány rúgással sípcsonton találta Normant, de tornacipőt viselt, így nem okozhatott komoly fájdalmat. Norman félkezét levette a derekáról, hogy becsukassa az ajtót, és a reteszt is rátolja, aztán gyorsan körülnézett, hogy valóban csak ketten vannak-e, ám bár szombat volt késő délután, a hétvége fél ideje, miért volna itt más, és nem is volt. A helyiség hosszú volt és keskeny.
A túlszó végén néhány öltöző szekrényel és csodálatos szag töltötte be. Tiszta, frissen vasalt vászonhalmi illata, amely Norman gyerekkora otthoni nagymasársaira emlékeztette. Fopadokon, nagy halmokban álltak a szépen összehajtogatott lepedők, polcokon a párnahúzatok, kosarakban a finom bolyhos törölközők. Az egyik fal mentén az átterítőket rakták egymásra. Norman egy ilyen terítő rakásra döntötte a lányt, akinek egyenruhája magasra csúszott a combján. Normannek azonban a szeme sem rebbent. Nemi ösztöne, mintha szabadságolta volna magát, sőt, talán végképp nyugalomba vonult, de ez mondhatni tiszta haszon. A lába közti cső és szivattyú rendszer az idők során épp elégszer hozta bajba. Átok egy felszerelés. Az ember már-már azt hinné, hogy a mennymérinek, aki valaha kitalálta, több köze van Andrew Dice Clayhez, a szadomazohista, szexista média botrányhőshöz, mint ahogy azt feltételezni érdemes. 12 évig nem is hallgat magáról, hogy aztán az elkövetkező 50 vagy akár 60 éven át úgy vonszolja maga után a férfi embert, mint holmi kopasz álmokfutó tasmán öltöd. Ne visíts, Bemi, ne visíts, mondta, mert ha visítasz, megöllek. Üres ijeszkedés volt legalábbis egyelőre, de ezt a lány nem tudhatja. Bem mélyet lélegzett, majd hangosan kifújta a levegőt. Norman némileg megkönnyebbült. Kérem, ne bántson, suttogta a lány igazán roppant eredeti módon. Ilyet aztán Norman még soha nem hallott, hű, de vicces. Hidd el, én nem akarlak bántani, mondta barátságosan. Nincs ilyen szándékom. Valami megszizzent a fal zsebében. Oda nyúlt, és gumit fogott. Az állarc. Norman nem igazán volt meglepve. Csak válaszolnod kell arra, amit kérdezek, és kiki fütyörésze mehet tovább a maga dolgára. Honnan tudja a nevemet? Norman, ahogy a kihallgatásokon megszokta, sokat mondóan vállat vont. Tudunk mi egyet mást. Sugalta a várándítás. A lány ott ült az egymásra rakott sötétbarna átterítőkön, szakasztott ilyen volt az ő 9. emeleti szobájában is, és visszaláncikálta a szoknyát a térdére. Egészen különös, kék árnyalatú szeme volt. Az egyik alsó szem híján egy könycsepp hízott, aztán legördült az arcán, fekete szemfesték csíkot húzott maga után. Meg akar erőszakolni? Kérdezte, és a különös nagy csecsemőkék szempár Normanra tapadt. Akinek ilyen szeme van, annak már nem is kell a punciát mutogatni. Igaz ebben mi? De egyáltalán nem úgy nézett, ahogy Norman szerette volna. Ő azt az alázatos, könyörgő pillantást kereste, amelyből kiolvasható, elmondok mindent, amit csak akarsz, csak ne gyötörd tovább. Norman elégszer találkozott ezzel a pillantással a kihallgató szobában, amikor már másfél napja bombázta irgalmatlan kérdés özönével a delikvenst, s az végre megtört. Bemi szemében azonban nyoma sem volt ennek az üzenetnek. Nem baj. Ami késik, nem múlik. Nézd, Bem! Kérem, nagyon kérem, ne erőszakoljon meg, hogyha mégis, ha feltétlenül muszáj, könyörgök, használjon óvszert, olyan borzalmasan félek az észtől. Norman rábámult, aztán kipukkadt belőle a nevetés. Már sajgott a gyomra, még inkább sajgott a regeszizma, és legjobban az arca, de jó ideig egyszerűen nem tudta abba hagyni. Pedig hát abba kell hagynia, mert bármikor erre járhat a személyzet valamelyik tagja, vagy akár a szállodai detektív, és a helyiségből kihallatszó nevetés gondolkodóba ejteti. De még ez a megfontolás sem segített. Ki kellett várnia, amíg a roham magától elmúlik. A szőszi először csak nézett rá csodálkozó, aztán maga is elmosolyodott. Bizonytalanul reménykedve. Norman végül összeszedte magát, bár a szeméből még folyt a könyv. Nem foglak megerőszakolni, Pam, mondta, amikor végre megszólalhatott, úgy, hogy a nevetés rá ne cáfoljon szavai őszinteségére. Honnan tudja a nevemet? Kérdezte ismét a lány, ezúttal már kissé maga biztosabban. Norman előrántotta az állarcot, beledugta a kezét, és úgy mozgatta, mint korábban a kamliban ülő könyvelőszerű fazon tiszteletére. Pem-pem-bopem, banána-fanna-fofam, fi-fi-momam, énekeltette az állarcot, mint Charlie Louise, a hasbeszélő tévés bábjátékos azt a nyomvott bárányát, csak hogy ez nem bárány volt, hanem bika. Kibaszott hülye buzidika, virággal szalván. Az ég adta világon semmi sem szólt mellette, hogy csípje ezt a szaros tögöt, és mégis, ki tudja miért, de csípte. Én is csíplek,
Nézett fel üres szemével Normanre Ferd, a buszibika, majd ismét Pamhez fordult, és Norman közreműködésével azt kérdezte. Talán zavar? Nem, mondta a lány, és ha még nem nézett is úgy, ahogyan Norman szerette volna, némi fejlődés kétség kívül mutatkozott. A lány már fél tőle, mindkettőktől, ez volt biztos. Norman legugolt kezét a combja között lóbálva, Ferdinánd gumiszalva most a padló felé mutatott. Fogadjunk, hogy azt szeretnéd, ha kisétálnák ebből a szobából, és egyszer, mint az életedből is. Nem igaz, Pemi? Kérdezte komolyan barátiam. A lány olyan hevesen bólogatott, hogy a haja ide-oda táncolt a vállán. Mindjárt sejtettem, és nincs is ellene semmi kifogásom. Egy valamit mondj meg nekem, és hús, már itt sem vagyok. A kérdés igazán egyszerű. Norman közelebb hajolt Pamhez, végighúzva a földön Ferd szalvát. Csak annyit szeretnék tudni, hol van Rose? Rose Daniels, hol lakik? Jaj, Istenem! Pemi arcán, közvetlenül a szeme alatt eddig két piros volt égett, de most ez a szín is eltűnt róla, a szeme pedig olyan tágra nyílt, mintha ki akarna ugrani üregéből. Jaj, Istenem, hát maga az? Maga Norman. Norman ettől meghökkent és bosszús lett. Ez egyirányú utca. Itt csak ő tudhatja a lány nevét, és az nem tudhatja az övét. Mindaz, ami ezután történt, már nem ebből az egyetlen mozzanatból következett. Mialatt Norman még a neve elhangzásán rágódott, a lány felpattant az átterítőkről, és kis hián sikerült is elmenekülnie. Norman utána ugrott jobb kezével, amelyen még mindig ott lógott a bikás állarc felé kapott. Közben elmosódva hallotta a saját hangját, amint azt mondja a lánynak, hogy itt marad, mert beszélni akar vele, méghozzá közvetlen közelből. Hátulról a nyakánál fogva ragadta meg. Pam felnyögött, valójában sikolnak szánta, majd meghökkentő erővel rugalmasan az ajtó felé tört. Norman azonban még így sem engedte volna el, ha nincs nála az állarc, amely megcsúszott izzadt kezében. Pam pedig kitépte magát a szorításából, és vadul hadonászva az ajtó felé tántorodott, vagy inkább zuhant. Ami ezután történt, azt Norman először fel sem fogta. Különös, tömör hang hallatszott, amely valamelyest a peskős üvegből kihúzott dugó bukkanására emlékeztetett, aztán Pam egyre őrjöngőbben csépelte kezével az ajtót, és a feje furcsán mereven félrebillent, mint amikor az ember egy hazafias ünnepségen a magasba lobogó zászlót bámulja. Mi ez? Kérdezte Norman, és akkor Ferd egyszer csak ott elmet az arca előtt, csálira álló fejjel, mintha becsicsentett volna. Hoppá! Mondta a bika. Norman letépte a kezéről az állarcot, és ebbre vágta. Kopogó nesztre lett figyelmes, mintha elejött volna az eső. Lenézett, és látta, hogy Pam bal lábán a fehér cipő pirosra színeződött, és alatta a vértócsa gyűli. A vér hosszú cseppekben folyt végig az ajtón. A lány még most is hadonászott. Normant apró verdeső madárra emlékeztette a keze. Úgy festett, mint akit odaszegeztek az ajtóhoz, és amikor Norman közelebb lépett, kiderült, hogy nagyjából hasonló történt. A nyomorult ajtóra kabáthorgot szereltek. Amikor Pam kitépte magát Norman kezéből, és vakon előre rontott, a fogas belefúródott a bal szemébe. Úgy szólván felnyársolta. Ó, Pam, te butaliba, a rohadt életbe! Norman dühös volt és csalódott. Mindegyre a bika idétlen vigyorát látta maga előtt, s hallotta, ahogy az sípogja. Hoppá! Mint holmi okoskodó szarjancsi a Warner Brothers valamelyik rasszfilmjében. Leráncigált a Pemet a horogról. A pillanat, ahogy levált róla, szavakkal kifejezhetetlen, recsenésszerű hanggal járt. Megmaradt szeme, amely Normannek úgy tűnt kisebb volt, mint valaha, néma iszonyattal merett a férfira. Aztán eltátotta a száját, és felüvöltött. Norman nem tudta, mit tesz, a keze magától járt. Megfogta a lány arcát, hatalmas tenyerét a gyengéd vonalú áll alá csúsztatta, és aztán csavart egyet a nyakán. Egyetlen éles roppanás hallatszott, mint amikor valaki cédrusos zsindelyre tapos, aztán a test elernyett Norman karjában. Meghalt, és akármit tudott is Rose-ról, magával vitte. Te lökött jószág! Lihegte Norman. Kiszúrta a saját szemét egy fogassal. Hát ki hallott már ilyen butaságot?
Megrázta a karjában csüngő testet. A fej, mintha nem volnának csontjai, ide-oda ingott. A fehér egyenruhára nedvesen fénylő piros előke került. Norman visszavitte az áttérítőkhöz, és leegette előbbi helyére. A két láb esés közben szétnyílt. Szemérmetlen ribanc, mondta Norman. Még haló parotokban sem álltok, nem mi? Azzal illedelmesen összezárta a lány lábát. Az egyik kal lecsúszott az öléről, és a takaróra hullott. Norman ekkor bohókás lila karkötőt pillantott meg a csuklóján. Olyan volt, mint egy darab telefonzsinór. Rajta kulcs vigyegett. Norman a kulcsra, majd a helyiség túlsó végén álló öltöző szekrényekre nézett. Nem mehetsz oda, Normi, mondta a papája. Tudom, mi jár a fejedben, de ha a Dorem útnak csak a közelébe is megy, tényleg be vagy csavarodva. Norman csak mosolygott. Ha oda mégy, be vagy csavarodva. De ez igazán vicces, ha az ember jól meggondolja. Különben is. Ezek után hová máshová mehetne? Mi mással próbálkozhatna? Nem sok ideje maradt. A hidakat mind felégette maga mögött. Ide látszottak a lángok. Kiszökkent az idő. Motyogta Norman Daniels, és lekapcsolta a kulcsos karkötőt Pam csuklójáról, majd egy pillanatra a szájába vette, hogy visszaültethesse kezére a bikás állarcot, és oda ment a szekrényekhez. Ott felemelte, feltett, hadd böngészze végig a névtáblákat. Ez lesz az, jelentette ki Felt, és gumipofájával megkocogtatta a Pam Hayfield feliratú szekrényt. A kulcs simán nyitotta a zárat. A szekrényben ott volt Pam farmerja, pólója, egy másik melltartója, tisztálkodószeres zacskója és a retikülje. Norman kivette a retikült, átvitte az egyik fehér neműs kosárhoz, és a törölközőkre rázta a tartalmát, majd megsétáltatta fölötte Ferdinándot, mint valami fura kémholdat. Nesze, öreg fiú, mormolta a Ferd. Norman vékony szürke műanyag lapot halászott ki a piperacikkek, papírzsebkendők és cédulák kosza egyvelegéből. Világos. Ez nyitja a gyülekező helyük bejárati ajtaját. Felemelte, már el is fordult volna, de ekkor... Várj, mondta El Toro, azaz Norman füléhez hajolt és suttogott. Felvirágozott szarva izgatottan lengett jobbra-balra. Norman végighallgatta, majd bólintott, ismét lehúzta izzadó kezéről az állarcot, zsebre vágta, és Pam táskájának szétszúrott tartalma fölé hajolt. Ezúttal már gondosan megrostálta a halmit úgy, ahogy mai zsaronyelven szólva az esemény helyszínét kutatná át, bár persze akkor nem az ujjehegyét használná, hanem egy tollét vagy egy ceruzájét. Na de mit számítanak itt már az új lenyomatok, gondolta és hangosan felnevetett. A lány pénztárcáját félrelökte, kiemelte viszont a halomból a telefonszámok felirató piros könyvecskét, fellapozta a D-betűt, de semmi érdemlegeset nem talált. Visszalapozott az első oldalra, amelyre Pam mindenféle ábrákat, főleg szemeket és mintás csokornyakkendőket firkált, de köztük és körülöttük számsorok is voltak, mind telefonszámnak látszottak. Felütötte a leghátsó lapot, ez lévén a másik valószínű lelőhely. Újabb telefonszámok, újabb szemek, újabb csokornyakkendők. És középütt, szép rendes kis keretben, csillagokkal kiemelve egy négytagú szám. 0471. Az anyja, mondta. Hol fogják a kártyát, emberek? Nagy nyeremény ígérkezik. Mi a véleményed, Pemi? Kitépte Pem könyvéből a hátsó lapot, a zsebébe gyűlte, és lábújhegyen az ajtóhoz asont. Éberen fülelt, de odakint senki sem járt. Kifújta a levegőt, és megérintette az imént zsebre dugott papírdarab sarkát. Közben a tudata ismét ugrott egyet, és egy időre teljes üresség lett. A helyiség, ahová Gail és Gustafson a két nőt kalózolta, szinte társalgószerű volt, öreg, de kényelmes bútorokkal, és még csak íróasztal sem állt benne, hogy a nyomozók amögé üljenek. Az üdítő italos automata és a kávéfőzővel felszerelt asztal között megkopott zöld dívány terpeszkedett, erre huppant le a két sarú. A kávéfőző fölött pedig nem narkósokat vagy észbetegeket ábrázoló zöld fényképek fügtek, hanem egy utazási iroda festői posztere hívogatta a szemlélőt a svájci alpokba.
A nyomozók hikat és együttérző magatartást tanúsítottak, a kihallgatás hangnem egy csendes és tiszteletteljes volt. De Rózit sem a nyomozók madara, sem a barátságos környezet nem csillapította le. Most is dühös volt, dühösebb, mint eddigi életében bármikor, és közben rettegett is. Az utóbbi érzést maga a helyszín váltotta ki belőle. Ahogy a kérdések és válaszok követték egymást, többször is kis hián elvesztette önuralmát, de ilyenkor a helyiség másik vége felé pillantott, ahol Bill üldögél türelmesen a csípőig érő, belépés csak rendőri engedéllyel feliratú kollát túloldalán. Tudta, hogy oda kellene lépnie hozzá, és azt kellene mondania, ne várjon tovább, menjen szépen haza, és majd másnap hívja fel telefonon, de nem vitte rá lélek. Épp annyira szüksége volt most Bill jelenlétére, mint korábban idejövet arra, hogy kövesse őket a hallián. Olyan szüksége volt a férfira, mint a túl élénk fantáziával megáldott gyerekeknek az égve hagyott kis lámpára, hát ha felébred az éjszaka kellős közepén. Az volt a baj, hogy egyfolytában kísértette mindenféle eszelős gondolat. Maga is tudta, hogy eszelősek, de ez mit sem használt. Volt, hogy egy időre elinnantak, ilyenkor szép nyugodtan felelgetett a nyomozók kérdéseire, aztán egyszer csak felötlött benne, hogy Norman ott van lenne az alaksorban. Ott rejtegetik, mi mást is tennének, hiszen a bűnüldöző szakma egyetlen nagy család, minden zsaru testvér, a zsaru feleségeknek pedig történjék akármi is, nem szabad csak úgy meglógniuk, hogy a saját életüket éljék. Úgy bizony, Norment ott ugtossák egy parányi alaksor alatti cellában, nyírkos betonfalak között, ahol az ember kiordíthatja a tüdejét, akkor sem hallja meg senki, ahol a mennyezetről zsinóron egy szál csupasz körtelók, és ha majd ennek az értelmetlen kérdésfelelet játéknak vége lesz, őt is odaviszik. Feltálolják Normannek. Őrültség. Hát persze, hogy az. De ez csak olyankor fogadta el, ha felnézett, és meglátta Billt az alacsony kollát túloldalán, amint nézi őt, azt várva, hogy végezzen, és utána majd hazavihesse a vaspónián. Újra és újra átrágták az ügyet. Hol Gustafson kérdezett, hol Hill, és bár Rózi nem érezte úgy, hogy a hagyományos, jó-rossz zsarú szerepet alakítanák, mégis azon fohászkodott, hogy bárcsak már abba hagynák a véget nem érő kérdezősködést, meg a se vége, se hossza űrlapjai kitöltését, és elengednék őket. Talán, ha innen kiszabadul, nem hányódna ilyen kínosan dű és rémület között. Mondja el újra, Miss Kinzo, hogy is került Mr. Daniels fényképe a táskájába, mondta Gustafson, kezében golyóstollal félig kész jelentése fölé görnyedve, és csüggetten ráncolva homlokát. Olyan, mint egy diák, gondolta Rózi, aki nem készült, és arvul dolgozatot íratnak vele. Ezt eddig már kétszer elmondtam, csattant fel Gert. Ez lesz az utolsó, többé nem kérdezzük, mondta nyugodtan Hill. Cserkész Becsóra, nézett rá Gert. Hill vigyorgott méghozzá nagyon megnyerően, és úgy bólintott. Cserkész Becsóra. Így aztán Gert elismételte, hogy Anna meg ő csak találomra összefüggésbe hozták Peter Slavik meggyilkolását Norman Daniel személyével, és sikerült faxon megszereznünk a fényképét. Ezután elmesélte, hogyan tűnt fel neki a tolókocsiban ülő férfi, amikor a park jegypénztárosa utána kiáltott. Rózi mostanra már betéve tudta a történetet, de Gert hősiessége újra meg újra bámulatba ejtette. S amikor Gert eljutott az illemhely mögötti összecsapáshoz, s olyan tárgyilagosan számolt be az eseményekről, mintha a napi bevásárlási tételeket sorolná, Rózi a nagy barna lapát kézért nyúlt, és erősen megszorította. Amikor Gert harmadszorra is az elbeszélés végére ért, homlokát ráncolva nézett hírre. Meg van elégedve? A legnagyobb mértékben, felelte a nyomozó. Cynthia Smith magának köszönheti az életét. Ha zsaru volna, most dicséretre javasolnám. Soha sem jutnék túl az alkalmassági vizsgán, horkant fel Gert. Túl dagadt vagyok. Akkor is, jelentette ki Hill, és mosolytalan komolysággal nézett Gert szemébe. Nos, köszönet a bókért, de mást is szeretnék hallani magától. Azt, hogy elkapják azt a szemét állatot. Elkapjuk. Közölte Gustafson maga biztosan. Rózi pedig arra gondolt, nem ismeri maga az én Normanemet, nyolzom. Befejezték? Érdeklődött Gert. Magával igen, mondta Hill. De Miss McClendonhoz még lenne néhány kérdésem. Vállalj, asszonyom? Mert ha nem, akkor még várhatunk vele egy darabig.
Vagy néhány másodperc után hozzátette. Habár jobb lenne, ha nem kellene várnom, ezzel ugye mindketten tisztában vagyunk. Rózi egy pillanatra lehunta a szemét, majd Pére nézett, aki továbbra is ott üldögélt a kalláton kívül, aztán ismét Hérre. Tegye fel azokat a kérdéseket, mondta. Csak arra kérem, végezzünk minél hamarabb. Haza szeretnék menni. 8/5. Norman ezúttal, mihelyt a tudata visszaköltözött a fejébe, rögtön tudta, hányadán áll. Éppen ezért kiszállt a tempóból egy csendes utcában, és az utcára is egy-kettőre ráismert. A Dorem úton van másfél saroknyira a Pinavártól. Alkonyodott, bár még nem volt sötét, a fák alatt testesen, bársonyosan, szinte buján terpeszkedett az árnyékuk. Végignézett magán, és már azt is tudta, hogy mielőtt elhagyta a szállodát, nyilván felment a szobájába, a bőrének szappanszaga volt, és úgy látszik át is öltözött. Méghozzá úti céljához képest igazán rendes holmiba. Keki színű vászonnadrág volt rajta, kereknyakú fehér póló, és két pamuting, amelyet nem tölt be a nadrágjába. Szakasztott úgy festett, mint egy ellenőr, aki a hétvégén megvizsgálja a szivárgó gázvezetékeket, vagy arriasztó berendezést, mondta halkan Norman, és elvigyoltott. Pofátlan ötlet, Szenyor Daniels, de igazán szelle. Ekkor villámcsapásként hasított bele a rémület. A vászonnadrág bal hátsó zsebéhez kapott, ott azonban csak a tárcáját tapintotta. Aztán a jobb oldali zsebbe próbálkozott, és rekedt sóhajt hallatott megkönnyebbülésében, amikor hozzáért a gumiállarchoz. A szolgálati revolveréről úgy látszik megfeledkezett, az ott maradt a szobája páncél szekrényében, de az állarcot magával hozta, és ebben a pillanatban az állarc sokkal fontosabbnak tűnt a fegyvernél. Akármilyen őrültségnek hangzott, ez volt az igazság. Elindult a járdán a 251-es szám felé. Ha csak néhány picsa van a házban, megpróbálja túlszulejteni őket. Ha sokan vannak, sokban tart közülük annyit, ahányat csak lehet, mondjuk hatot, a többit szélnek reszti, és utána egyesével kinyírja a fogjait, amíg csak valamelyikük el nem köpi rossz címét. Ha netán egyikük sem ismerné, akkor mindet kinyírja, és utána áttanulmányozza a kartonokat, de úgy gondolta, erre nem kerül sor. És mit csinálsz, Normi, ha a saruk már ott vannak? Kérdezte idegesen a papája. Saruk, kin saruk ben, és tőled védik a házat. Akkor mi lesz? Fogalma sem volt róla, de nem is nagyon izgatta. 245, 247, 249. A 249-es számú házat kerítés választotta el a járdától, s Norman a kerítés végéhez érve hirtelen megállt, összeszűkült szemmel gyanakodva nézegette a Dorem út 251-et. Felkészült rá, hogy óriási vagy esetleg csekélyebb méretű sürgés forgást lát, de arra, amit látott, nem számított. A ház környéke teljesen kihalt volt. Az intézmény ott állt a hosszú, keskeny előkert végében, emeleti ablakait lehúzott redőnyök védték a nappali hőségtől. Teljes csend lekte körül akár egy szentélyt. A terasztól balra lévő ablakokon nem volt lehúzva a redőny, de mögöttük sötétség honolt, emberi életnek nem látszott nyoma. A terasz üres volt. A kocsi felhajtón egyetlen kocsi sem állt. Nem lepselhetek itt tovább, gondolta, és ismét elindult. Elsétált a ház előtt, s benézett a veteményes kertbe, ahol a múltkor meglátta azt a két szajhát, az egyikük az volt, akit a budi mögött elkapott. Ma este azonban a kertben sem mutatkozott senki, és amennyire beláthatott, üres volt a hátsó udvar is. Csapta a Normi, szólt a papája, te is tudod, ugye? Norman egészen a 257-es számú képkocs stílusú házig gyalogolt, aztán sarkon fordult, és ráérősen battyogott visszafelé. Nagyon jól tudta, hogy a látszat, igazat szól a papaféle hang, csapdára van, de az ösztöne az ellenkezőjét súgta. Ekkor Ferdinánd a bika szökelt elé, mint egy szivacsos húsú gumi kísértet, Norman úgy húzta ki a zsebéből, és bújtatta belé a kezét, hogy észre sem vette. Tisztában volt vele, hogy az ötlet legalábbis vitatható, ha valaki véletlenül kinéz az ablakon, bizonyára csodálkozik majd, miért beszél az a nagy darab feldagadt képű fickó egy gumiállarchoz, és miért mozgatja az állarcáját, hogy úgy tessék, az válaszol neki. Most azonban ez sem volt érdekes.
Az élet, mondhatni, az alapkérdésekre szűkült, s Normannek ez tulajdonképpen nem volt ellenére. Igazad van, szó sincs csapdáról, jelentette ki Ferdinánd. Norman már majdnem visszaért a 254-es számú házhoz. Biztos vagy benne? Kérdezte. Aha, bólogatott felvirágozott szarvával Ferdinánd. Szépen piknikeznek tovább, mintha mi sem történt volna. Ez idő szerint alig, hanem körben üldögélve pirítják a májvacukrot, és egy nagymama jelmezbe öltözött leszbi az elfújta a széllel szórakoztatja őket. Hiába strapáltad magad, csak múló szabad sikerült keltened köztük. Norman megtorpant az otthonhoz vezető ösvény elején, és letaglózva nézett le az állarcra. Rém sajnálom, öreg fiú, mentegetőzött Eltóról, de mit csináljak? Nem én gyártom a híreket, én csak továbbadom őket. Norman kóvájgó fejjel döbbent rá, hogy nem csak az a baj, ha az ember felesége táskájában az ember bankkártyájával ismeretlen helyre távozik, majdnem olyan kínos, ha az embernek elnéznek a feje fölött. Méghozzá kikötemednek erre, nők, egy rakás picsa. Hát akkor bírt őket jobb belátásra, tanácsolta Feld. Leckésztesd meg őket, rajta van. Mutasd meg nekik, kivel van dolguk. Olyat mutass nekik, hogy soha ne felejtsék el. Olyat, hogy soha ne felejtsék el, matyogta Norman, és az állarc lelkesen bólogatott a kezén. Norman visszadugta a hátsó zsebébe, majd menet közben kihúzta a bal elsőből Pam kulcskártyáját, és a telefonszámos füzetéből kitépet lapot. Felment a terasz lépcsőjén, röpke fesztelenek szánt pillantást vetve az ajtó felé szerelt tévékamerára. A kulcskártyát közben a lábához szorította, elvégre mégiscsak lehet, hogy figyelik. Akár szerencsét hoz neki Ferdinánd, akár nem, jobb lesz, ha észben tartja, hogy végeredményben csak egy gumiállacról van szó, amelyik helyett Norman Daniels keze gondolkodik. A kulcskártya része ott volt, ahogy gyanította. Kaputelefont szereltek mellé, amelyen táblácska tájékoztatta a látogatókat, a gomb megnyomása után szóljanak bele a mikrofonba. Norman megnyomta a gombot, majd előrehajolt, és így szólt. Medlen gáztársaság hiba elhárítás. Szivárgást vizsgálunk a környéken. Vétel. Elengedte a gombot, várakozott, felnézett a kamerába. Fekete-fehér, nemigen mutatja meg, milyen puffott az arca. Legalábbis ebben reménykedett. Mosolygott, hogy jelezzem, milyen tiszta a lelkiismerete, de közben a szíve úgy szakatolt a mellében, mint egy megkergült kis motor. Semmi válasz, teljes csend. Még egyszer megnyomta a gombot. Üres a ház, hölgyek! Lassan 20-ig számolt, hogy időt adjon nekik. A papája közben azt susogta, hogy igenis csapta, éppen olyan, amilyet az adott helyzetben ő maga is állítana. Édeskessük csak be a mocsak állatot, hitessük el vele, hogy üres a ház, és aztán zúduljunk rá, mint egy rakománytégla. És szent igaz, pontosan ilyen csapdát állított volna ő maga is, csak hogy itt nem volt semmiféle csapda. A fejét tette volna rá, érződött, hogy a ház üresebb az elhajított sörös doboznál. Norman a résbe csúsztatta a kulcskártyát. Kurta éles kattanás hallatszott. Kihúzta a kártyát, elforgatta a kincskombot, és már benn is volt az anyák és nővérek házának előterében. Balról halk, de folyamatos bip-bip-bip szólt a billentyűs riasztó. Kijelző ablakában üzenet villogott, bejárat kiajtó. Norman a magával hozott papírlapra nézett, rövid imát rebegett magában, hogy a rajta lévő szám valóban az legyen, aminek hiszi, aztán beütötte a négy billentyűt. 0471. Egyetlen vérfogyasztó pillanatig a készülék még tovább csipogott, aztán elnémult. Norman kifújta a levegőt, becsukta az ajtót, majd önkéntelenül újra bekapcsolta a riasztót merőzsarú ösztönből. Körülnézett, megjegyezte a lépcsőhelyét, aztán elindult a földszinti folyosón, és bedugta a fejét a jobbról nyíló első ajtón. A helyiség olyan volt, mint egy tanterem, körbeállított székekkel és a végén fekete táblával. A táblára három szót írtak. Méltóság, felelősség, itt. Bölcs szavak, Norm, mondta Ferdinánd, aki varázsütésszerűen már ismét ott termett a kezén. Arany szavak. Te tudod, szerintem a régi hülyes óder. Körülnézett, majd felemelte a hangját.
Valósággal szentségtörésnek tűnt, hogy csak így beleordít ebbe a borszagú némaságba, de a férfi azért férfi, hogy ne hátráljon meg a feladatok elől. Ha-hó, van itt valaki? A Medlen gáztársaságtól jöttem. Ha-hó, kiabált Ferdis a karja végén, és üres szemével élénken jókedvűen körülnézett, majd azzal a bohózatos német kiejtéssel, amelyet Norman papája vett fel néha, ha beívott, azt kurjongatta. Háhó, te fárász, kuszti? Pofa be, marha! Motyogta Norman. Értettem, kapitány. Felelte eltoró, és rögvest elhallgatott. Norman lassan megfordult, és ment tovább a folyosón. Más szobák is nyíltak innen, társalgó, ebédlő, kis házi könyvtár, de mind üres volt, akárcsak a folyosó végén található konyha, és Norman újabb feladvánnyal került szembe. Hol keresse, amit keres? Mélyet lélegzett, és lehunta a szemét, így próbált gondolkodni, és egyszer s mind elhessenteni a visszalapakodó fejfájást. Cigarettát kívánt, de nem mert rágyújtani. Elképzelhető, hogy a nők füstdetektorokat is felszereltek a házban, amelyek már a legenyhébb tohányszagra is vigyogni kezdenek. Még egyszer nagy levegőt vett, teleszívta a tüdejét a legapróbb szokig, és most egyszer csak ráismert a mindenütt terjengő szagra. Nem porszag volt az, hanem női szag. Olyan nőké, akik régóta élnek összezárva, és bebújnak az önelégültség nagy közös halotti reple alá, hogy kirekesszék az igazi életet. A vér, a tusfürdő, a majzsák, a hajlak, a golyós dezodor szaga begyűlt össze, ilyen amolyan trágár elnevezésű parfümökével, fehér vállak, az én bűnöm, megszállottság, és így tovább. De dúsította az egyveleget, kedvenc zöldségeik, meg a kedvenc gyümölcstáik szaga is, hiszen csupa ilyesmin élnek. Nem, ez nem porszag volt, inkább élesztő szag, az erjedés szaga. Olyan szag, amelyet semmilyen nagy takarítással nem lehet kiirtani. A férfi nélkül élő nők kipárolgása. És ez a szag most hirtelen betöltötte Norman orrát, légcsövét, de még a szívét is úgy, hogy rosszul épp környékezte, s már-már fuldokolt tőle. Szedd össze magad, Guszti! Szólt rá élesen Ferdinánd. Nincs itt más szag, csak a tegnap esti spagetti mártásé. Átjá, Isten, hát süket vagy! Norman kifújta a levegőt, ismét mélyet lélegzett, majd kinyitotta a szemét. Hát persze, spagetti mártás. Piros szag, mint a véré. De azért igazából tényleg csak spagetti mártás. Bocs, volt egy kis kihagyásom, de már elmúlt, mondta. Hát persze, kinek ne hagyna ki ilyenkor az agya? Ferd üres szeme most csupa megértés és együttérzés volt. Elvégre Kirké itt szokta disznóvá változtatni a férfiakat. Az állarc megpördült Norman csuklóján, és körülhordozta tompa tekintetét. Igen, ez az a hely. Tulajdonképpen miről beszélsz? Semmiről, ne is törődj vele. Norman is körülnézett. Nem tudom, merre induljak, mondta. Siettem kéne, de olyan rohadtul nagy ez a ház. Legalább 20 szoba lehet benne. A bika egy a konyha túlsó falába vágott ajtóra bökött a szarvával. Próbált ki azt ott. Az nyilván a kamra. Nem hinném, Norm. Miféle kamrára szokták kiírni azt, hogy magánterület? Ebben kétségkívül volt némi igazság. Norman átvágott a konyhán. Útközben ismét a zsebébe gyűrve az állarcot, és meglátva a spagetti szűrőt, amelyet ott hagytak az edényszárítón a mosogató mellett, majd kopogott az ajtón. Semmi válasz. Kipróbálta a kilincsgombot, azonnal engedett. Benyitott. Jobb oldalt kitapogatta a kapcsolót, és villanydújtott. A mennyezetről csüngő lámpa mamut méretű, iromány halmok alatt roskadozó íróasztalt világított meg. Az egyik halom tetején sárga résztábla volt kitámasztva. Anna Stevenson. Kit szavar az űrszavar felirattal. A falon bekeretezett kép két nőről. Norman mindkettőt felismerte. Egyikük a megboldogult, híres nevezetes Susan Day volt, a másik az újságban látott fehérhajú tök, az, aki úgy hasonlított módra. Egymást átölelve álltak, és mosolyogva néztek össze, ahogy tisztességes leszbik kezillik. A szoba egyik fala mentén irattartó szekrények sorakoztak. Norman odament, féltétre ereszkedett, s már nyitotta volna a D. egy címkéjű fiókot, amikor eszébe jutott, hogy Rose újabban nem használja a Daniels nevet. Már nem emlékezett rá, vajon Ferdinánd világosította-e fel erről, avagy maga nyomozta ki, netán ösztönösen jött rá,
de tudta, hogy így van. A nő visszavette a lány nevét. Rose Daniels leszel halálod percéig, mondta, majd megkereste az emjelzésű fiókot, és rángatni kezdte a fogantyúját eredménytelenül. A fiók zárva volt. Nem öröm, de azért nem is komoly baj. Majd kerít valamilyen szerszámat a konyhában, hogy kifeszítse. Már indult volna, amikor megtorpant. Az íróasztal szélén álló fonott kosár vonta magára a figyelmét. A fogóján kártya fityeget. Száj-száj kislevél állt rajta ó angol betűkkel. A kosárban két köteg nyilvánvalóan postázásra váró levél hevet, és egy a Lakelandi Kábel TV társaságnak megszímzett számla alól kilógott egy darab papír. Endon, Van utca 897. Endon. Meg Grandon. Tágranyílt szemmel Mahón ragadta ki a levelet, közben felborítva a kosarat, a postázásra váró borítékok javarésze a földön kötött ki. Bizony, hogy McLendon, a szentség itt neki, Rosie McLendon, és alatta határozott, jól olvasható betűkkel a cím, amelyért hiába járta meg a poklot. Trenton utca 897. A nyárköszöntőre hívó megmaradt röpcidulák halm alatt hosszú, krómozott papírvágó kés csillogott. Norman magához rántotta, felvágta vele a levelet, majd gondolkodás nélkül a fal zsebébe dugta az alkalmatosságot, egyszer s mint ismét előhúzta az állarcot, és a kezére csúsztatta. A borítékban egyetlen papírlap volt, a felső sarkában dombarított nagybetűkkel, az Anna Stevenson név, alatta valamivel kisebb betűkkel, az anyák és nővéreké. Norman futólag nyugtázta az önelégültség e parányi jelét, majd végsétáltatta az állarcot a sorok fölött, hadd olvassa helyette Ferdinand a szöveget. Anna Stevenson nagy lendületes formás betűkkel írt. Egyesek Pökhendinek nevezték volna a kézírását. Norman izzadt remegő ujjai Ferdinand fejében próbáltak megkapaszkodni, így az állarc orvosás közben görcsösen rángatózott. Kedves Rózi, csak azért írok, hogy az új kégliben postája legyen. Tudom, milyen fontosak ezek az első levelek az új címbe. El akartam mondani, mennyire örülök, amiért eljött ide hozzánk az otthonba, és milyen jó érzés, hogy segíthettünk magán. Annak külön örülök, hogy ilyen érdekes új munkát kapott. Az az érzésem nem sokáig lakik majd a Trenton utcában. Valahányszor új nő érkezik az otthonba, a többiek életét is megújítja. Azokét, akik gyógyulása első időszakában mellette állnak, és azokét is, akik majd csak a távozása után lépnek be a kapun, mert mindegyikük itt hagy valamit az élményeiből, az erejéből, a bizakodásából. Ami engem illet, én bízom benne, Rózi, hogy a jövőben is gyakran látjuk majd, nem pusztán azért, mert a gyógyulása még korán sem teljes, és még jó néhány érzelmet és indulatot kell feldolgoznia, gondolom főként a haragot, hanem azért is, mert tartozik vele, hogy továbbadja, amit itt tanult. Valószínűleg szükségtelen, hogy mindezt előadjam magának, de kattanás egészen halk, de a néma csendben mégis messzire hangzó. Ezt újabb nevsz követte. Bip, 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 ariasztó. Norman már nem volt egyedül a házban. 8/6. Anna észre sem vette az otthontól másfél saroknyira parkoló zöld tempót, annyira elmerült egy titkos ábrándban, amelyről soha senkinek, még a pszichiáterének sem beszélt. Ellenszerül tartogatta a maihoz hasonló barzalmas napokra. Ebben az ábrándban a képe megjelent a Time magazin címlapján. Nem fénykép volt, hanem fénylő, izgalmas olajfestmény, amelyen sötétkék ingruhát viselt, a kék árt neki a legjobban, az ingruha pedig ügyesen álcázza, milyen csüggesztően megvastagodott a dereka az elmúlt 2-3 évben. A fejét balra fordította, hogy a festő az előnyesebb oldalát emelje ki, a haja szuhatagként omlott a jobb vállára. Nagyon szexi szuhatag volt. A kép alá egyszerű szöveget nyomtattak. Az amerikai nő. Ráfordult a kocsi felhajtóra, és kedvetlenül elbúcsúzott az ábrántól, éppen odáig jutott, amikor a cikk szerzője azt írja, noha 1500-nál több sorsüldözött nőt mentett meg, Anna Stevenson mégis bámulatosan, mi több, megindítóan szerény maradt. Leállította az én feneti motorját, és néhány pillanatig még elődögélt a kocsiban, gyengéden dörzsölve a bőrt a szeme alatt.
Peter Slavik, akit válásuk idején általában Nagy Péterként vagy Rasputin az őrült marxistaként emlegetett, életében megáltalkodott szószátyár volt, és barátai ebben a szellemben kívánták felidézni alakját. Vége hossza nem volt a locsogásnak, minden egyes emlékcsokor en a szemrebbenés nélkül le tudta volna képuskázni azokat a politikai korrektség fejeket, akik ilyen émeítő frázisok kiagyalásával töltik az idejüket, hosszabbra nyúlt, mint az előző, és mire 4 óra lett, és végre nekiláttak az ételnek meg a bornak, az utóbbi ritka pocséklőre volt, ha Peter maga szerzi be, ő is ezt tette volna. Anna biztosra vette, hogy az összehajtható szék lécmintája már a fenekébe van tetoválva. Mindazonáltal eszébe sem jutott, hogy korábban távozzék, mondjuk egy szendvics halatka meg egy jelképes kagybor után csendesen elosonjon. A jelenlévők figyelik őt, méglegre teszik a viselkedését. Elvégre ő mégiscsak Anna Stevenson, aki fontos posztot tölt be a város politikai felépítményében, és a hivatalos ceremónia után még feltétlenül beszélnie kell bizonyos emberekkel. Olyanokkal, akikkel fontos, hogy mások együtt lássák. Ezt a szekeret már csak így olajozzák. És mindennek a tetejébe 3/4 órán belül 3-szor szólalt meg a személyhívója is. A nyavajás olykor heteken át némán csücsült a táskájában, de ma délután, amikor a hosszú csendeket csak könnyező emberek alig hallható motyogásra szakította meg, a szerkentyű egyszerűen bezsangott. Harmadjára aztán Anna megelégelte, hogy minden szempár őrá tapadjon, és kikapcsolta az átokkészüléket. Reménykedett, hogy a pikniken senkire sem jöttek rá a szülési fájdalmak, senkinek a gyerekét nem talált el egy ügyetlenül hajított patkó, és mindenek előtt reménykedett, hogy Rózi férje nem ütötte fel a fejét. Ám bár nem hitte, hogy ez megesett. Ennél azért több esze van a vasasnak. Különben is azok, akik a személyhívóján jelentkeztek, először úgyis az anyák és nővéreket tárcsázták. Mielőtt hazaért, első dolga lesz, hogy meghallgassa az üzenet rögzítőt. Majd pisilés közben megtudja, miről van szó. Annyit a legsürgősebb üzenet is kibír. Kiszállt a kocsiból és bezárta, az ember még az ilyen jó környéken sem lehet eléggé óvatos, majd felment a terasz lépcsőjén, a részbe csúsztatta a kocskátját, és oda sem figyelve elnémította a riasztót, az ábránt foszlányai, napjaink egyetlen olyan nő alakja, akit a mindinkább megoszló nőmozgalom valamennyi csoportja egyaránt szeret és tisztel, még most is jól esően örvénylettek a tudatában. Jó estét mindenkinek, kiáltotta a folyosón végigmenet. Csak a süket csend válaszolt, de Anna éppen erre számított, sőt, az igazat megvalva ezt is remélte. Némi szerencsével 2 vagy talán 3 óra áldott nyugalomban lesz része, mielőtt megkezdődik a szokásos esti vihogás, vízcsapogás, ajtócsapkodás és a bárgyú tévékomédiákból kihallatszó kotkodácsolás. Belépett a konyhába és azon gondolkodott, hogy nem enyhítené-e a nap megpróbáltatásainak hatását egy kellemes, minden feszültséget feloldó, ráérős habfürdő. Ekkor megtorpant és homlokráncolva merett a dolgozószoba ajtajára. Az ajtó csak be volt támasztva. A fenébe, marmolta. A rohadt életbe. Anna semmit sem utált úgy, mintha megsértették magánélete szentségét. Ennél jobban talán csak a fogdosós, puszilkodós embereket utálta. Dolgozószobája ajtajára azért nem tétetett zárat, mert elképzelhetetlennek tartotta, hogy ilyesmire szoruljon. Elvégre ez a ház az övé, az ide seregülő lányok és asszonyok az ő nagyvonalúságának köszönhették a menetéket, az ő költségén éltek. Miért is kellene neki zárnia az ajtaját? Éppen elég, ha érezteti, az ajtón csak az ő felszólítására léphetnek be. Az elgondolás többnyire be is vált, de azért hébe-hóba egy-egy nő mégis úgy érezte, hogy feltétlenül szüksége van saját iratanyagának valamelyik darabjára, feltétlenül használnia kell Anna fénymásolóját, amely hamarabb melegszik be, mint az alaksori szabadidőklubban álló párja, feltétlenül szereznie kell egy bélyeget, és ilyenkor ezek a neveletlen teremtések bemasíroznak a szapába, amelyhez semmi közük, esetleg megbámultak bizonyos tárgyakat, amelyekhez épp úgy nincs semmi közük, és bebüdösítették a levegőt a maguk olcsó áruházi parfümjével. Anna ott állt kezével a kilincsgomban, és benézett a sötét helyiségbe, amely kislánykorában még az éléskamra volt.
Aljuka kitágult, a homlokán még mélyebbek lettek a ráncok. Most is érzett valamilyen szagot, de ez nem parfüm volt. Inkább az őrült marxistát idézte fel az emlékezetében. Hogy is csak? Az én férfi ismerőseim vagy English ladőrt használnak, vagy semmit. Úristen! Magasságos Úristen! En a karján kiütött a libabőr. Mindig büszke volt józan gyakorlatias észjárására, de hirtelen mi sem volt könnyebb, mint elképzelni, hogy a dolgozó szobájában Peter Slavik szelleme várja. Az a jellegtelen árnyék épp oly unalmas, mint a vacak kölni, amit használt. Szeme megakadt egy kis fényponton, az üzenetrögzítő parányi vörös lámpáján, amely olyan eszelősen villózott, mintha ma az egész város őt kereste volna. Hirtelen rádöbbent, igenis történt valami. Ezért csipogott annyiszor a személyhívó is, ő meg ostoba fejjel kikapcsolta, hogy a többiek ne bámuljanak rá. Valami történt, feltehetően az etincselkertben. Valaki megsérült, vagy nagy Isten. Belépett az irodába, s a villanykapcsoló után tapogatózott, majd értetlenül állt. A kapcsoló már felfelé mutatott. Ez szerint a mennyezeti lámpának világítania kellene. De nem világított. Kétszer fellekattintotta a kapcsolót, és épp harmadszorra is próbálkozni készült, ám ekkor egy kéz nehezedett a jobb vállára. Enam felsikoltott az érintésre, olyan élesen és iszonyodva, hogy bármilyen horrorfilm hősnője megirigyelhette volna. Aztán egy másik kéz a bal karjára fonódott és megpenderítette, ő pedig a konyhai lámpa beszivárgó fényénél meglátta az alapkörvonalait, és ekkor másodszor is felsikoltott. A lény, amelyik az ajtó mögé húzódva lesett rá, nem volt emberszabású. Feje tetejéről két szarv sarjat, és a szarvakon furcsa, daganatszerű kinövések púposodtak. Valamilyen állat. Viva el Toro! Szólalt meg egy tompán kongó hang, és ekkor Ena rászmélt, hogy mégiscsak ember, férfi, aki állatmaszkot visel, de ez csöppet sem nyugtatta meg, mert hogy alaposokkal gyanította, hogy kicsoda az illető. Kiszabadította magát a férfi szorításából, és az íróasztal felé hátrált. Most is érezte az English ladder illatát, de egyéb szagok is meglegyintették. Forró gumié, verítéké és vizeleté. Talán a saját vizeletét érzi? Eleresztett volna a hólyagja, fogalma sem volt. Úgy tűnt, mint a deréktól lefelé béna volna. Ne nyúljon hozzám! Mondta remegő hangon, amelyben rá sem lehetett ismerni szokásos hikat, parancsoló beszéd madarára. Hátra nyúlt, és a gombot kereste, amelyel a rendőrséget lehetett riasztani. Ott volt valahol, csak eltemették a papírhalmok. Figyelmeztetem, ne merjen hozzám érni. Ena, Ena, Babanna, Banána, Fanna, Fofanna. Mondta a kétszorú állarcot viselő férfi töprengő hangon, majd magukra csapta az ajtót. Teljes sötétség borult rájuk. Ne közeledjen, mondta Ena, és tovább siklott az íróasztal mentén. Ha bejuthatna a fürdőszobába, és magára zárhatná az ajtót. Fi, fi, mamanna. A hang balról hallatszott egészen közelről. Ena jobb felé ugrott, de nem elég gyorsan. Két erős kar font állt. Ismét sikoltani akart, de a két kar még szorosabban feszült rá, és a kiáltásból csak folytott hörgés lett. Ha én volnék tortúra virgó, akkor most, gondolta. A következő pillanatban Norman a nyakába vájta a fogát. Először csak kóstolgatva, mint sötét utcában parkoló begerjedt kamasz, aztán a foga mind mélyebbre, a torok szöveteibe hatolt. Ena ruháját valami nedves melegség fröcskölte össze, és a gondolatot már nem gondolhatta végig. Nyolc per hét. Mire elhangzottak az utolsó kérdések, és aláírás került a vallomás végleges szövegére is, égbe sötétedett. Rózinak kóvágott a feje. Valósággal testetlennek érezte magát, mint valamikor diákkorában az olyan napok után, amelyeken a tantestület szeszélyéből egymás után több tárgyból kellett dolgozatot írni.
Gustafsson elvonult, hogy iktassa és lerakja a kitöltött papírokat, amelyeket olyan áhítattal tartott maga elé, mintha a Szent Grál bízatott volna rá. Rózi felállt, hogy csatlakozzék az ugyancsak szedelőzködő Billhez. Gert már korábban útra kelt, hogy felderítsa a női mostót. Miss McLendon, szólalt meg ekkor Hill, és szorosan Rózi mellé lépett. Rózi fáradtságát, mintha elfújták volna, borzalmas előérzet rohanta meg. Jószerével kettesben voltak. Hill nyilván olyan halkan, olyan bizalmas hangon beszél majd hozzá, hogy a távolabb álló Bill egy mukot se halljon. Most közni majd vele, hogy a saját érdekében ne hordjon össze több ostobaságot a férjéről, amíg még nem késő, és ezentúl, ha sarut lát, tartsa a száját, ha csak az illető sarú A. nem tesz fel neki kérdést, B. nem gombolja ki a slicét. Mert ne felejtse el, Rózi, hogy ez belső, bizalmas, családi ügy, és aki... Be fogom varni, mondta Hill csendesen. Nem tudom, sikerül-e erről meggyőznem magát, akármit mondok is, de azt akarom, legalább hallja. Igenis, bevarrom azt az embert, ígérem. Rózi csak nézett rá elkerekült szemmel. Elkapom, mert őrült, mert közveszélyes, mert embert ölt. De elkapom azért is, mert nagyon nem tetszik nekem, ahogy maga itt a rendőrségen ide-oda jártatja a szemét, és összerezzem valahányszor csapódik egy ajtó, vagy ha csak megmozdítom a kezem. Dehogy is, ez tévedés? Nem tévedés. Így van, és maga nem tehet róla, de nem baj. Értem én, miért viselkedik így. Ha nő volnék, és keresztül mentem volna mindazokon, ami maga, akkor... Hill elhallgatott, fürkésző pillantást vetett Rózira, majd így folytatta. Gondolt-e már arra, milyen ördögi, hihetetlen szerencse, hogy egyáltalán életben van? Igen, ezt tudom, mondta Rózi. A lába remegett. Bill a kolláton túlról látható aggodalommal figyelte. Rózi a kedvéért mosolyt erőltetett a szájára, és felemelt a mutatóját, már csak egy perc jelezte. Hálás lehet a jó sorsának, mondta Hill, majd körülnézett a szolgálati helyiségben. Rózi követte a tekintetét. Az egyik íróasztal mögött ülő sarú éppen egy zakogó tizenéves lány vallomását vette fel. A lányon az iskola emblémájával ellátott cseki volt. Egy másik asztalnál a padlótól a mennyezetig érő dótálós ablak előtt két ember tudta össze a fejét egy halom fényképet tanulmányozva. Egyenruhás sarú volt az egyik, a másik nyomozó, aki a munkahevében levette a zakóját, s látszott a derék szíjára csatolt 38-as rendőrségi pisztoly. A helyiség túlsó végében a monitorok sor előtt Gustafsson éppen a magával hozott jelentésekről cserélt eszmét egy egyenruhás fiatal rendőrrel, aki nem látszott többnek 17 évesnél. Maga nagyon sokat tud a rendőrökről, jelentette ki Hill, de az ismeretei nagyrészt tévesek. Rózi nem tudta, mit mondjon erre, de az nem számított, úgy tűnt, a nyomozó nem is vár válaszra. Megmondjam, Miss McLendon, hogy elsősorban miért akarom elkapni ezt az embert. Kíváncsi rá, mi áll a top listám első helyén? Rózi némán bólintott. Éppen, mert rendőr, azért fogom elkapni. Nem is akármilyen, kitüntetett hős a hétszentségét neki. De ha legközelebb megjelenik a pofája a helyi lapunk címoldán, hát vagy úgy szerepel, mint a néhai Norman Daniels, vagy lábbilincset és narancsárga kezes lábast visel a sztárfotón. Köszönöm. Felelte Rózi. Nagyon sokat jelent nekem, amit mondott. Hill oda vezette Billhez, aki kinyitotta az átjárót és karját Rózi vállára tette. Rózi lehunt szemmel tapadt hozzá. Miss McLendon, szólalt meg ismét Hill. Rózi kinyitotta a szemét, meglátta Görtöt, aki épp most jött vissza, odaintett neki, majd Hillre nézett, félénken, de csöppet sem ijedtem. Ha akarja, szólíthat Rózinak. A nyomozó arcán mosoly suhant át. Tudom, milyen gyéllelkesedést váltott ki magából ez a mi kis kócerájunk, mondta. De talán mesélhetek valamit, amitől jobb lesz rólunk a véleménye. Értetli? Igen, hát persze. Engedje meg, hogy kitaláljam. Szólt közbe Bill. Már is meggyűlt a bajuk az ottani zsarokkal. Pontosan. Bólintott Hill savanyú mosolyjal. Nem nagyon akaródzik nekik átfokszolni Daniels vércsoportját meg az új lenyomatát. Már fel is vettük a kapcsolatot a rendőrségi ügyvédekkel. Afféle zsaruprókátorokkal, hiszen tudja. Tehát fedezik Normant, mondta Rózi, ebben biztos voltam. Hát igen, egyelőre mellett állnak. Ez persze minden sarunak a vérében van.
mint ahogy akkor is elborul az agyuk, ha egy társukat lelövik. Olyankor semmi sem számít, csak az, hogy mi hamarabb elfogják a gyilkost. De majd megjön az eszük. Mihelyt megemésztik, hogy ezúttal nem babra megy a játék, ők sem szólnak több hamakat a gépezetbe. Ezt komolyan gondolja? Érdeklődött Kurt. Hill alaposan megfontolta a választ, aztán bólintott. Igen, a legkomolyabban. És kap Rózi rendőri védelmet, amíg le nem cseng ez az egész? Kérdezte Bill. A Trenton utcai ház előtt már is ott áll a járőrkocsi két emberrel, mondta Hill. Rózi Kurtről Billre, Billről Hillre nézett, hirtelen ismét zavar és félelem lett órá rajta. Úgy látszik, nincs menekvés. Valahányszor azt hiszi, felülkerekedett a helyzeten, új irányból sújt le rácsapás. De miért? Miért? Hiszen nem tudja, hol lakom, fogalma sem lehet róla. Azért jött a piknikre, mert azt hitte, engem is ott talál. Ugye Cynthia sem árult el a címet. Azt állítja, hogy nem, felelte Hill hangsúlyosan, de Rózi nem érzékelte a könnyed nyomatékot. Gert és Bill azonban összenézett, az ő hallásuk élesebb volt. Na hát akkor, és te sem mondtad meg neki, ugye, Gert? Ha bolond lettem volna. Nos, én szeretek biztosra menni, jelentette ki Hill. Maradjunk ennyiben. A fiúk ott vannak a ház előtt, és két másik kocsi cirkál a környéken erősítésnek. Nem szeretnék újra magára ijeszteni, de az olyan őrült, akinek a rendőri módszerek a kisujjában vannak, különleges eset. Jobb, ha semmit sem bízunk a véletlenre. Ahogy gondolja, mondta halkan Rózi. Maga mellé pedig, Miss Kinsó, adok egy embert, hogy elkísérje oda, ahová menni akar. Az Ettinger kertbe közölte Gert, és végsimított a ruháján. Szeretném bemutatni a koncerten a legújabb divatirányzatot. Hill elvigyorodott, majd kezet nyújtott Billnek. Örülök, Mr. Steiner, hogy megismerhettem. Részemről a szerencse. Rázta meg Bill a nyomozó kezét. És köszönet mindenért. Csak a munkámat végzem. Hill Göltre, majd Rózira nézett. Jó ét, hölgyek! Még egyszer Göltre pillantott, és a vigyora hirtelen legalább 15 évvel megfiatalította. Lám, mégis beszerveztük, mondta, Gölt pedig némi habozás után vele nevetett. 8/8 Odakin a lépcsőn mindhárman összébb bújtak. A levegő nyírkos volt, a tó felől kötte elnyengett. Egyelőre még csak halovány glóriaként keretezte az utcai lámpákat, és legfeljebb néhány centiméter magasan gomolygott a kövezet fölött, de Rózi gyanította, egy óra múlva olyan sűrű lesz, hogy vágni lehet. Nem akarnál ma estére visszajönni az otthonba, Rózi? Kérdezte Gert. Legfeljebb két óra múlva az egész társaság hazaér a koncertről. Addig annyi kukoricát pattogtathatnánk, hogy egész éjjelre jutna. Rózi a legkevésbé sem lelkesedett az ötletért. Ha hazamegyek, velem maradsz, fordult oda Billhez. De még mennyire, vágta rá Bill, és megfogta a kezét. A legnagyobb örömmel. És ne izgasson, hogy hol helyezel el. Még nem találtok fel olyan divánt, amin én ne tudnék aludni. Mert még nem láttad az enyémet, mondta Rózi, bár nagyon jól tudta, hogy a diványnal nem lesz gond. Bill úgysem azon alszik majd. Az ágya ugyancsak egyszemélyes, tehát elég szorosan lesznek, de azért valahogy majd megoldják. Sőt, ilyen szűkösen talán még izgalmasabb lesz. De azért ezt is köszönöm, Gert. Hagyja csak, fiam! Gert gyorsan, de erősen magához ölelte Rózit, aztán Billhez hajolt, és cuppanos csókot nyomott a képére. Ekkor fordult be a sarkon a rendőrautó, és a motort járatva megállt mellettük. Vigyázzon rá, fiatalember! Meg lesz! Gert a kocsihoz lépett, majd rábökött Bill Hallijára, amely az egyik csak rendőrségi járműveknek feliratú parkolóhelyen volt kitámasztva. Aztán nehogy felboruljon vele ebben a rohadt ködben. Ígérem, mama, hogy óvatos leszek. Gert színlelt haraggal felemelt az öklét, Bill pedig félig lehunyt szemmel odatartotta az állát, s olyan szenvedő képet vágott hozzá, hogy Rózi nevetésre fakadt. Soha nem hitte volna, hogy valaha is egy rendőrs lépcsőn budjanjon ki belőle a nevetés, de hát ebben az esztendőben sok váratlan esemény érte. Több is a soknál. 8/9 Az előzmények ellenére Rózi majdnem úgy élvezte motorozást, mint reggel, amikor kirándulásra indultak. A nagy Harley Davidson könnyedén szelte a sűrűsödő ködöt, és Rózi szorosan ölelte Bill derekát, ahogy átvágtak a városon. Az út vége felé már úgy érezte, mint a gyapottal bélelt álomvilágban lebegne.
A motor reflektora szikrázó fénycsóvaként fúródott a ködbe, akár az összefüstölt helyiségbe csapó zseblámpa sugara. Mire Bill a Trenton utcába fordult, a házak már meg annyi szellemárnyaknak tűntek, a Bryant Park pedig végtelen fehér űrként tátongott. A 897-es számú ház előtt ott parkolt a járőrkocsi, úgy, ahogy Hill ígérte, oldalán az ismert felirattal. Szolgálunk és védünk. A kocsi előtti hely üres volt, Bill ide kormányozta a Hallit, majd üresbe tette a sebességváltót és leállította a motort. Hiszen Teddy Derex jegyezte meg, amikor Rózit lesegítette. Rózi bólintott. Inkább a nyilkosság teszi, mint a hideg, mondta, de ügyelnie kellett, nehogy beszéd közben hangosan vacogjon a foga. És közben már ekkor sejtette, hogy igazából nem a hideg vagy a nyilkosság a ludas. Tudata mély rétegeiben ott vibrált az érzés, hogy valami nincs rendjén. Akkor legfőbb ideje, hogy valamilyen száraz, meleg harmjúba búj. Bill elrakta a két sisakot, aztán kivette és zsebrevágta a sluszkulcsot. Látod, ez a század legjobb ötlete. Bill megfogta a kezét és elindultak a járdán a kapu felé. Amikor a járőrkocsi mellé éltek, Bill felemelte a kezét, hogy üdvözölje a kormánynál ülő rendőrt. Az kinyúlt az ablakon és lusta mozdulattal visszaintegetett, az utcai lámpafénye megcsinant a gyűrűjén. A társa a jelek szerint elbóbiskolt. Rózi kinyitotta a táskáját és előhalászta a kapukulcsot. Ilyen késői órán már zárva volt a kapu. Minden mozdulata gépies volt, a kellemes hangulat, amely útközben eltöltötte szerte foszlott, és a korábbi rettegés úgy szódult rá ismét, mint valami hatalmas, tehetetlen vastár, amelyet egy régi ház legfelső emeletéről hajítanak le, és aztán csak zuhan-zuhan egészen az alaksorig. A gyomrát, mintha jeges kéz markolta volna, a szíve vadul kalapált, és nem tudta mitől. Valamit látott, igen, az imént látott valamit, és olyan feszülten tölte a fejét, ugyan mi lehetett az, vagy nem hallotta, amint kinyílik, majd halkan becsukódik a rendőrautó kormány felüli ajtaja. Mint ahogy nem hallotta, az őket követő léptek neszét sem. Rózi, ez Bill hangja volt a sötétből. Közben beléptek az előtérbe, de Rózi csak homályosan látta a jobboldali falon lógó képet. Az öreg szivar, akit ábrázolt, talán Kavin Kulics lehetett, és elmosódott a lépcső aljánál álló hórihorgas sárgarész talapzató fogas is, amelyből tüskénként menedeztek ki a résztkampók. Miért van ilyen rohadtul sötét? Ugyan, hiszen a válasz pofon egyszerű, nem még a mennyezeti világítás. De motozott Róziban nehezebb kérdés is. Vajon miért aludt az a rendőr a járőrkocsi utasülésén olyan kényelmetlen pózban, állát a mellére szegve és sapkáját olyan mélyen a szemébe húzva, hogy egy 30-as évekbeli gangsterfilm valamelyik sötét kaszfiszkójához hasonlítson? És egyáltalán, miért aludt el, amikor a gondjaira bízott személy bármelyik pillanatban megérkezhetett? Hill begurulna, ha megtudná, gondolta szórakozottan. Menten elbeszélgetni ezzel a zsalúval, méghozzá közvetlen közelből. Rózi, mi a baj? Mögöttük a léptek most felgyorsultak. Rózi gondolatban visszapergette az elmúlt percek filmjét. Látta, ahogy Bill egy intéssel üdvözli a járőrkocsi kormánya mögött ülő egyenruhás rendőrt, és anélkül, hogy a száját kinyitná, azt sugalta felé, jó estét, örülünk, hogy itt van. Látta, amint a zsaru is viszonozza az üdvözlést, és az utcai lámpa fénye megcsillan a gyűrűjén. Rózi túl messze volt ahhoz, hogy lássa a gyűrűbe vésett szöveget, de most hirtelen ráeszmélt, mi volt az. Elégszer látta a lenyomatát a saját bőrén, mint állatorvosi bélyegzőt a marhahúson. Szolgálat, hűség, bajtársiasság. A hátuk mögött a bejárati lépcsőn gyors, izgatott lépések közeledtek. A kapu döngve becsapódott. Valaki folytottan kapkodva lihegett a sötétben, és Rózi orrát megcsapta az English Ladder szaga. 8/10. Mi alatt Norman ott állt az anyák és nővérek konyhájában a mosogatónál, és a friss vért öblögette le az arcáról és csupasz felső testéről, a tudata ismét jó nagyot ugrott. Amikor felnézett és a törölközőért nyúlt, a látóhatár peremére süllyedt nap rikító narancsága fénnyel tűzött a szemébe. Megfogta a törölközőt, és aztán minden átmenet, egyetlen szemhunyorításnyi idő eltelte nélkül, már kinn is állt a sötét utcán,
a fején ismét a White Sox baseball sapkájával, ezen kívül London fag márkájú esőköppen is volt rajta. Isten a tudója, hol szedte fel, de a városra telepedett gyorsan sűrűsödő ködben nagyon jó szolgálatot tett. Megdörzsölte az értékes köpeny vízhatlan anyagát. Kellemes volt a tapintása. Igazán elegáns darab. Újra azon tűnődött, hogyan is tett rá szert, de fogalma sem volt róla. Talán még valakit megölt? Nincs kizárva, hölgyeim és uraim, egyáltalán nincs kizárva. Ha az ember vakáción van, bármi előadódhat. Végigpásztázta szemével a Trenton utcát, és meglátott egy járőrkocsit. Odahaza, Norman szűke pártjájában Charlie és David kocsinak nevezték az ilyet. Amint tisztácsájaik körbe merülve áldogál, nem sokkal a következő kereszt utca elő. Benyúlt a köpeny baloldali mély zsebébe. Tényleg remek ez a kabát, az ismeretlen tulajdonosnak jó ízése lehetett, és valami összegyűlt, gumiszerű tárgyat tapintott. Olyan elégedetten mosolyodott el, mintha régi baráttal szorítana kezet. El Toro, suttogta. El Toro Grande. Aztán benyúlt a másik zsebbe is, nem tudta, mire bukkan majd ott, csak azt tudta, hogy valami hasznos valami lesz. Meg is szúrta bele a középső ujjahegyét. Feljajdult, aztán óvatosan kiemelte a tárgyat. A krómozott levélnyitó volt, kedves barátnője Módírű osztaláról. Hogy ordított? Gondolta, és mosolyogva forgatta ide-oda a levélnyitót, hadd csorogjon végig rajta az utcai lámpák fehér fénye. Ordított bizony, de aztán abbahagyta. A csajok a végén mindig abbahagyják az ordítozást, Istennek legyen hála érte. Most azonban félelmetes feladattal kellett megbirkóznia. Abban a kocsiban, írd és mond, két rendőr lesz, mindkettőnél pisztoly, még neki ez a levélnyitó az egyetlen fegyvere. Pedig le kell kapcsolnia őket, méghozzá a lehető legcsendesebben. Csinos kis feladvány, és egyelőre sejtelmesen volt, hogyan oldja meg. Non! Suttogta ekkor egy hang a bal zsebe tájékáról. Norman odakapott, és kihúzta az állarcot. Az üres szemgödör, mintha megigézett, mégis kifejezéstelen érdeklődéssel merett volna rá, a száj megint olyan mindentudó, gunyoros vigyor rá feldült. A gyenge világításnál a szarvakra akadott virágfüzérek, mintha apró vérrögökből lettek volna összefonva. Mi van? Kérdezte meghitt cinkos suttogással. Mit akarsz? Legyen szívrohamad! Súgta vissza El Toro, és Norman szót fogadott. Lassan vonzolta magát a járdán a cirkáló felé, annál lassabban minél közelebb ért, vigyázva, hogy a szemét lesüsse, és csak a látótere legszéléről figyelje a kocsit. Akár milyen tohanya balfácán legyen is a két csarú, mostanra már biztosan felfigyeltek rá, fel kellett figyelniük, hiszen az egész utcán ő az egyetlen mozgópont. És Norman azt akarta, hogy olyan embert lássanak, aki mereven néz a lába elé, és minden lépésért keményen megküzd. Olyan embert, aki vagy részeg, vagy nagyon rosszul van. Jobb kezét a köpeny alá dugta, és buzgón dörzsölte vele a szíve tájékát, a kezében szorongatott levélnyitó pengéje ütemesen döpkötte az ingét. A célpont közelébe érve megtántorodott, de csak mérsékelten, nehogy túljátsza a szerepét, aztán megállt, lehorgasztott fejjel teljesen mozdulatlanul, ügyelve rá, hogy a teste milliméternyit se lengjen ki, és lassan ötig számolt. Úgy gondolta, mostanra a zsaruk első feltevését, hogy tudnilik valami beszlopált fazon támolyog haza a harmadcsepp kocsmában eltöltött vidám órák után, lassan már egyéb elképzelések szorítják ki. A célja azonban az volt, hogy el is hagyják a kocsit, és ők jöjjenek oda hozzá. Ha muszáj, ő vánszorog odáig, de akkor az lesz a vége, hogy lelövik. Újabb három lépést tett, de nem a cirkáló, hanem a legközelebbi bejárati lépcső irányába. Megmarkolta a kicsapódott párától nyírkos hideg vaskollátot, és zihálva fejét továbbra is leszegve megállt. Bízott benne, hogy szívrohammal viaszkodó embernek látszik, nem pedig olyannak, aki gyilkos fegyvert rejteget a köpenye alatt. Már-már azt hitte, rosszul ítélte meg a hatást, amikor a járőrkocsi ajtaja kivágódott, már ezt inkább csak hallotta, mint látta, és aztán még örvendetesebb zajt hallott. Sietve közelgő léptek dobbanását. Basz meg, Rocky, jönnek a zsaruk, gondolta, aztán óvatosan a lépések irányába sondított. Ezt meg kellett kockáztatnia, hogy lássa, milyen közel vannak egymáshoz azok ketten.
Ha nincsenek szorosan egymás mellett, akkor el kell játszania, hogy összeesik, aminek ugyancsak megvolt a maga fanyarul mulatságos kockázata, mivel hogy ez esetben az egyikük alig, ha nem visszaüketne a kocsihoz, hogy az adóvevőjén mentőt hívjon. Jellegzetes Charlie és David páros volt, egy veterán és egy zöldfülű kölyök. Az újonc nyugtalanítóan ismerősnek látszott, mintha a tévén már látta volna, de most ez nem volt érdekes, hanem az, hogy szorosan egymás mellett közeledtek, szinte fej-fej mellett. Meghitt, családias kép, és milyen sokat ígérő. Mi történt, uram? Kérdezte a baloldali, ő volt az idősebb. Rosszul van? Pokolian fáj. Hörögte Norman. Továbbra is az idősebbik vitte a szót. Mi fáj? Kérdezte. Ez döntő pillanat volt, ha nem is a lecsapásé, de már közel állt hozzá. Az idősebbik saru akármelyik percben utasíthatja társát, hogy hívjon segítséget, és akkor Norman komoly bajban lenne. De most még akkor sem sújthat le, ahhoz egy kicsit még mindig messze vannak. És Norman ebben a pillanatban közelebb került régi énjéhez, mint bármikor a hosszú kirándulás során. A feje kitisztult, hidegen, józanul gondolkodott. 100%-ig ura volt a helyzetnek, és mindent érzékelt, a vaskoláton gyöngyöző páracseppektől addig a piszkos szőke galamtollig, amely a csatornában hevet egy összegyűlt burgonyaszín mozacskó mellett. És jól hallotta a két sarú halk szaggatott lélegzését is. Itt Ben, lihegte, jobb kezével a mellé törzsölve. A papírvágó késpengéje átszúlt az ingét és a bőrét piliszkáltak, de Norman jóformán oda sem figyelt. Mintha epegörcs volna, csak sokkal feljebb. Jobb lenne mentőt hívni, szólalt meg a fiatalabb saru, és Norman hirtelen rájött, kire emlékeztet. Jerry Mathersre, arra a srácra, aki a Bízzátok csak a Hódra című filmben a Hódot játszotta. Norman minden ilyen ismétést megnézett a 11-es csatornán, némelyiket 5-ször vagy 6-szor is. Az idősebb saru viszont egyáltalán nem hasonlított a Hód Vali nevű bátyára. Várj egy percet, mondta, és aztán szinte hihetetlen, önként masírozott a vérpadra. Hadd nézzem meg. Szanitéc voltam a katonaságnál. A kabát kigombolni, motyogta Norman, s közben a szeme sarkából a Hódot figyelte. Az idősebb zsaru egy lépéssel közelebb jött. Most már közvetlenül Norman előtt állt. A Hód is lépett egyet. Az idősebb kigombolta Norman újsütetű londonfak köpenyének legfelső gombját, aztán a másodikat is. Mikor a harmadik gomb is sorra került, Norman előrántotta a papírvágót, és a zsaru torkába döfte. A vér lábaként bunyant ki, s végigömlött az egyenruhán. A fátyolos sötétségben sűrű mártásnak látszott. A Hód sima esetnek bizonyult. Amikor látta, hogy társa felemeli a kezét, és erőtlenül kapkod a torkából kiálló nyél után, mintha valami különleges piócától próbálna szabadulni, és közben folytottan bugybarékolva hörög, a fiú mozdulatlanná dermedt az iszonyattól. Aztán odafordult Normanhez, feldúlt állapotában, mintha fel sem ötlött volna benne, hogy az ismeretlennek bármi köze lehet a társát ért bal végzethez. Norment ezt cseppet sem érte váratlanul. Találkozott már ebbfajta reakcióval. A saru meglepetésében és többenetében nagyjából 10 évesnek látszott. Már nem is csak emlékeztetett a Hódra, hanem annak kiköpött mása volt. Allal valami baj van, mondta a Hód, és Norman most újabb adalékot tudott meg erről a fiatalemberről, akinek neve hamarosan felkerül a város hősi halottainak dicsőségtáblájára, magában komolyan azt hiszi, hogy kiabál, holott valójában csak elfúló rémült suttogás adta el az ajkát. Valami történt vele. Tudom, mondta Norman, és álomvágta a fiút. Veszélyes ellenfél esetében ez kockázatos hadmozdulat, de a Hóddal mostani állapotában egy kisiskolás is elbánt volna. Az ütés pontosan célba talált. A fiatal rendőr neki zuhant a vaskorlátnak, amelyet Norman fél perccel azelőtt olyan szánalmasan markolázott. Norman abban bízott, hogy a kölyök elszáll. Ez ugyan nem következett be, de a tekintete zavarossá vált. Nem lesz itt gond, egy szál se. A sapka legurult a fiú fejéről. A haja rövid volt, de azért meg lehetett ragadni. Norman belemarkolt, majd hirtelen lenyomta a srác fejét, a térdét pedig rúgásra emelte.
Folytott, de félelmetes zaj hallatszott, mintha valaki fakalapáccsal vágott volna bele egy porcelánnal teli vékonyságba. A hód úgy szuhant el, mint az ólomrúd. Norman körülnézett, a másikat kereste szemével, és valami hihetetlen dolgot tapasztalt. A másik eltűnt. Norman villogó szemmel sarkon fordult, és meglátta, akit keresett. Az idősebb zsaru karját maga elé nyújtva, mint egy rémfilmben a zombi, nagyon lassan távolodott a járdán. Norman körbe kémlelt, nincsenek-e más nézői is a filmnek, de senkit sem látott, csak a park felül hatolt idáig a kurjangatás meg a visítozás, rohangáló, a sötétben egymást fogdosó tizenéves rácok meg kis csajok lármája, ez azonban érdektelen. Ez idáig elképesztő szerencsével dolgozott. Ha a szerencséje még kitart 45 másodpercig, vagy legfeljebb egy percig, akkor más sinem van. Az idősebb zsaru közben megállt, hogy újból megpróbálja kiszerelni a torkából Anna Stevenson papírvágóját. Jó 25 méterre sikerült vonzolnia magát, ami nem volt csekély teljesítmény. Most azonban Norman utána betette magát. Őrmester! Szólt mély, parancsoló hangon, és megérintette a rendőr könyökét. Az körcsösen rángva megfordult, üveges szemek kidüllett üregéből, ilyen szempárnak egy vadászház halára kiszögezett trófeán lenne a helye, gondolta Norman. A zsaru egyenruhája nyaktól térdig merővér volt. Norman nem értette, hogyan lehet egyáltalán életben, nemhogy még öntudatánál is. Úgy látszik, itt a középnyugaton keményebb fából faragják a zsarukat, gondolta. Hi, mondta a zsaru sürgetően. Hihom, roham, előhítés. Reszketegen folytottan bugybarékolt a hangja, de még mindig meghökkentően erős volt. Norman meg is értette, amit mond. Belátta, hogy tévesen ítélte meg a helyzetet. Akkor átbakizott, mint egy zöldfülülkezdő, de azért úgy gondolta, ezzel az emberrel büszkén szolgált volna együtt. Amikor beszélni próbált, a papírvágó nyele felleugrált a torkában, és Normannek a bika állarc jutott róla eszébe, annak a szája ugrált így, amikor ő belülről mozgatta. Hát persze, már is hívok erősítést, mondta Norman halkan, s a hangjából csak úgy sütött az aggodalom és az őszinte jó szándék. Aztán megragadta a zsaru csuklóját. Előbb menjünk vissza a kocsihoz, jöjjön szépen őrmester, erre-erre. Szívesen használta volna a rendőr vezeték nevét, csak hát nem tudta. Az egyeninkre tűzött névkártyáját elborította a vér. Márpedig alőrmesternek mégsem való szólítani. Még egyszer gyengéden meghúzta a rendőr karját, és ezúttal sikerült is elindítania. Visszatámogatta a Charlie és David páros imbolygó, erősen vérző tagját a torkából kiálló papírvágóval a saját járőrkocsijához, és közben várta, hogy valaki egyszer csak kibukkan az álhatatosan vastagodó ködből. Egy férfi, aki leszaladt egy karton sörért, egy nő, aki most jön a masziból, két fiatal, aki randiról igyekszik haza, szép lenne, ha az épp az Ettinger kertben hancúroztak volna. Ha így történne, őket is meg kellene ölnie. Úgy látszik, ha az ember egyszer nekifog a gyilkolásnak, nem lehet abba hagyni. Az első gyilkosság olyan gyűrűket vett, mint a tóba hajított kő. De nem jött senki, csak a testetlen hangok úsztak felé a parkból. És alőrmester csodák csodája még mindig a saját lábán járt, holott úgy vérzett, mint a levágott disznó, és a mögötte húzódó széles, sűrű vérnyom helyenként már túlcsába gyűlt. Az utcai lámpák kötőhomás iszásában a túlcsák úgy fénylettek, mint a gépolaj. Norman megállt, hogy felvegye a lépcsőről a hócsapkáját, és amikor elmentek a járőrkocsi vezető ülésének nyitott ablaka mellett, gyorsan behajolt, a sapkát az ülésre dobta, s a gyújtásból kihúzta a kulcsot. A karikáról irgalmatlanul sok kulcs süngött, annyi, hogy nem is simulhattak egymáshoz, hanem szétálltak, mint a napsugarak egy ákombákom gyerekrajzon. Norman azonban simán kiválasztotta közülük azt, amelyik a csomagtartót nyitotta. Jöjjön, suttogta bátorítón, már csak néhány lépés, és aztán hívjuk az erősítést. Egyre várta, hogy a zsaru összecsuklik, de hiába. Ám bár arról már letett szegény, hogy a pengét kiráncigálja a tarkából. Vigyázzon, őrmester, járda szegély! Hoppá, hopp! A zsaru lelépett a járda szegélyről. Amikor fekete egyencipője a csatornába huppant, a torkába vált seb már kopoltyúként tátongott a penge körül, és a galériára újabb vérsugár fröcskölt.
Most már rendőrgyilkos is vagyok, gondolta Norman. Azt várta, hogy az egyéb megfogalmazódott gondolat pörös csapásként éri majd, de nem így történt. Talán tudatának egy mélyebb, bölcsebb rétegében érezte, hogy igazából nem is ölte meg ezt a nagyszerű szívós fickót, hanem valaki vagy valami más. Leginkább talán Abika. Minél tovább rágódott a dolgon, annál hihetőbbnek hangzott ez a változat. Bátorság, őrmester, már itt vagyunk. A zsaru megtorpant ott, ahol volt, vagyis a kocsi mögött. Norman a megtalált kulccsal kinyitotta a csomagtartót. Volt benne egy pótkerék, mellesleg simább, mint a csecsemő popsi, továbbá egy emelő, két golyóálló mellény, egy pár csizma, Penthouse magazin egy zsírral összekent száma, szerszámos láda, meg egy félig kibelezett rendőrségi rádió. Más szóval épp eléggé zsúfolt volt akár minden második rendőrautói, amit Norman életében látott. De mint minden második rendőrautó csomagtartójába, ide is befért még valami. Norman jobbra tolta a szerszámos ládát, balra a rádiót, miközben a hót párja ott imbolygott mellette, immár teljes csendben, szemét a távolba meresztve, mintha látná azt a pontot, ahonnan új utazására indul. Norman még benyomta az emelőt a pótkerék alá, aztán az üres helyről ránézett az emberre, aki számára az adót készítette. Rendben, ezzel megvolnánk, mondta. De most még kölcsön kell kérnem a sapkáját, helyes? A zsarú nem válaszolt, csak imbolygott ide-oda, de ahogy Norman ravasz szuka mamája szokta volt mondani, a hallgatás beleegyezés. És Normannek tetszett a mondás, legalábbis sokkal jobban, mint az apja kedvenc aranyköpése, amely így hangzott. Ha elég idősek ahhoz, hogy pisáljanak, nekem is pont jók. Norman leemelt a zsarú sapkáját, és a saját kopasz fejére csapta, a baseball sapka pedig eltűnt a csomagtartóban. Vég, mondta a zsarú, vérfoltos kezét Norman felé nyújtva. A szeme azonban nem követte a mozdulatot. Tekintete végképp beleveszett a messzeségbe. Tudom én, tudom, hogy vér, hát persze. Az a nyomorult Pika, mondta Norman, és betaszigálta a rendőrt a csomagtartóba. A test ernyetten csuklott össze, az egyik láb azonban még most is rángott és kitüremkedett a kocsiból. Norman térben behajlította, beljebb nyomkodta, aztán becsapta a csomagtartó tetejét, és visszament az újonchoz. Az éppen azzal vesződött, hogy felüljön, ám bár a szemén látszott, hogy az öntudat csak pislákol benne. A füléből folyt a vér. Norman féltéltre ereszkedett, két kézzel megmarkolta a nyakát, és csavarni kezdte. A fiú hátrahanyagdott, mire Norman a mellére ült, és úgy folytogatta tovább. Amikor áldozata nem mozgott többé, Norman a szíve fölé szorította a fülét. Három szabálytalan zavaros dobbanást hallott, a Ness a szárazra vetett hal kétségbeesett csapkodására emlékeztetett. Norman nagyot sóhajtott, és ismét átfogta a hótarkát, üvegkujját a lépcsőbe nyomva. Most aztán biztosan erre jön valaki, gondolta, de senki sem mutatkozott. A Bryant Park fehér űrjéből egy hang azt kiáltotta, a kurva anyádat, majd visító, éles nevetés hallatszott, amilyen csak részegektől és szellemileg visszamaradottaktól telik, de aztán ez a lárma is elhalt. Norman ismét a kis sarú melkosa felé hajolt. A fickónak a színpadi kellék szerepét szánta, és nem óhajtotta, hogy a kellék a döntő pillanatban életre keljen. Ezúttal azonban már csak a hód órája kegyegett. Norman felemelte, odacipelte a kaprishoz, és betolta az utasülésre. A sapkát mélyen behúzta az arcába, amely így felpüffedve, megfeketedve mesebeli szörnyhöz hasonlított, és rácsapta az ajtót. Közben érezte, hogy már megint lüktet az egész teste, bár legjobban most is a foga meg az állkapcsa sajgott. Mód, gondolta, ez az ő bűne. Most egyszer csak szer fölött örült, amiért már elfelejtette, mit művelt vele. Különben sem ő tette, a Bika volt az, eltóró Grande. Csak hogy mégis neki fáj minden parcikája méghozzá egyre borzalmasabban, olyas formán, mint az egész testét darabonként módszeresen szétszerelnék, egyik csavart fogaskereket, csapszeget a másik után. A hód közben lassan balra dőlt, halott szeme üveggolyókként dűlett ki gödréből. Ennyi kislány, nem szabad, szólt rá Norman, és ismét felegyenesítette, majd mélyebben benyúlt és ráhúzta, majd becsatolta a biztonsági övet is. Így már nem volt semmi baj. Norman egy lépést hátrált, és bíráló szemmel mérte fel a hatást. Úgy gondolta, egész derekas munkát végzett.
A hód úgy festett, mint aki csak kidőlt, és néhány percre elnyomta a buzgalom. Ezután ismét behajolt az ablakon, ügyelve rá, nehogy meglotja a hódot, és kibilentse nyugalmi helyzetéből, és sután kinyitotta a kesztyűtartót. Sejtette, hogy ott lesz az első segélydoboz, és nem is csalódott. Felkattintotta a doboz fedelét, kivette egy régi pollepte üvegcse anazint, és 5-6 szemet bekapott belőle. A kocsi oldalának dőlve rágta el a tablettákat, amelyek egyszeresen csípős íze megborzongatta, és ekkor a tudata ismét ugrott egyet. Mire magához tért, eltelt némi idő, de azért nem túl sok, mert a szája és a nyelőcsöve még most is tele volt az aszpirin savanyú ízével. Csak hogy ezúttal már a nő házának előterében állt, és éppen a villanykapcsolódba brálta. De hiába bökötte fel le, a kis térség sötét maradt. Ez szerint korábban megbuherálta a világítást. Ha így volt, jól tette. A másik kezében ott volt Charlie és David páros egyik tagjának a pisztolya. A csövénél tartotta, az agyát úgy rémlett, mint a kalapácsnak használta volna. Vajon mit kalapált vele? Talán biztosítékokat? Szóval lent járt a pincében? Lehetséges. De ez most nem fontos. Az a lényeg, hogy idefenn nem működik a világítás. Látta, hogy bérházban van csinos, rendes épület, de azért mégiscsak a féle szobabérlők háza. A levegőben félreismerhetetlen szag terjengett. A főzőlapa melegített, olcsó ételén. Az ilyen szag egy idő után beleeszi magát a falakba, és többé nem lehet szabadulni tőle. Még 2-3 hét is a szaghoz, az ehhez hasonló házak jellegzetes nyári zöreje is társul. Az ablakokba állított kis ventilátorok halk egymásba olvadó súrakása. Így védekeznek a lakók az augusztusi hőség ellen, amely a szűk szobákat kemencévé változtatja. Ezért a zsúfolt nyomortanyájét hagyta el a nő a saját szép kis házát. Most azonban nem volt rá idő, hogy ezen a rejtélyen merengjen. Egyelőre az a kérdés, hogy hány szobabérlő lakik a házban, és hányan lehetnek itthon szombaton e kora éjszakai órákban. Más szóval, hányan tehetnek keresztbe neki? Sehányan. Szólalt meg otthonosan, megnyugtatóan a hang Norman új kabátjának zsebéből. Egyetlen egy se, mert hogy mi történik utána, az már nem számít, és ettől sokkal egyszerűbb a képlet. Ha valaki az utadba kerül, megölöd és kész. Norman megfordult, kiment, és becsukta maga után a kaput. Aztán kipróbálta, zárva volt. Gyanította, hogy bejövet megpiszkálta a zárat, nem látszott valami bonyolult szerkezetnek, de azért némiképp zavarta a bizonytalanság. Meg aztán ez a világítás is. Mi a fenének fárasztotta magát, azzal, hogy elrontsa, amikor a nő minden bizonnyal egyedül tér haza. Mellesleg honnan tudja, hogy nincs-e már is otthon? A második kérdésre könnyű volt a válasz. Onnan, hogy a bika megmondta, Norman pedig hitt neki. Ami viszont az első kérdést életi voltaképpen meg lehet, hogy nincs egyedül. Elképzelhető, hogy valaki haza kíséri, a tagad Görti, vagy igazából eltoró említett valami udvallót. Norman őszintén szólva nem hitte, hogy ez igaz lehet, de azért... Tetszik neki, ahogy csókolja, mondta volt Feld. Hülyeség. Ilyesmit a nő nem merészelhet. De azért sosem állt, ha az ember biztosra megy. Elindult a lépcsőn. A járő kocsihoz akart visszamenni, hogy beüljön a kormány mögé, és kivárja, míg Rose felbukkan. És ekkor került sor az utolsó szökelésre, mert ezúttal nem ugrott a tudata, inkább szökelt, mint a pénzdarab, amelyet a bíró a körmével megpöccint, hogy a mérkőzés előtt szertartásosan kisorsolja a pálya két tér felét, és mire magához tért, éppen az előtér altáját csapta be maga után, hogy belevesse magát a sötétségbe, és összezárja a kezét Rose fiújának a nyakán. Fogalma sem volt, honnan veszik, hogy az illető a fiúja, nem pedig holmi civil ruhás zsaru, aki fölöttesebb parancsára hazakísérte, de kibánja. Az a lényeg, hogy tudta, és az egész fél zúgott a dütől és a felháborodástól. Mert látta, ahogy a pasas, tetszik neki, ahogy csókolja, lesmárolja Rose-t, mielőtt bementek a házba, és ki tudja, talán a keze is lecsúszott a nő derekáról, és felvette a segge formáját. Erre már nem emlékezett, nem akart emlékezni, és szükségesen volt rá, hogy emlékezzen. Én megmondtam neked, szólalt meg a bika indulatában is józanul. Megmondtam előre, igaz vagy nem igaz?
Ezt tanulta az új barátnőtől. Na hát, finom dolog, igazán finom. Megöllek, te szarházi! Suttogta bele a láthatatlan arcba. Rose fiújának arcába és az előtér falának szorította. És ha lehet, ha Isten megsegít, nem egyszer öllek meg, hanem legalább kétszer. Azzal megmarkolta Bill Steiner nyakát, és folytogatni kezdte. Nyolc per 11. Norman! Sikoltotta Rózi a sötétben. Engedd el, Norman! Az első érzése az volt, hogy Bill keze, amely azóta nyugodott könnyedén a karján, amióta kihúzta a kulcsot az ajtó zárjából, eltűnt. Aztán botorkáló, de súlyos lépteket hallott a sötétben, majd még súlyosabb puffanás következett. Valaki valakit az előtér falának lökött. Megöllek, te szarházi! Hallatszott a sötétből a suttogás. És ha lehet, ha Isten megsegít. Nem egyszer öllek meg, hanem kétszer. Fejezte be Rózi magában a mondatot, mielőtt az a valóságban is elhangzott volna. Norman egyik kedvenc fenyegetése volt ez, nem egyszer zúdította a képernyőre, ha a játékvezető az imádott jenkiei ellenítélt, vagy egy autósra, aki elébe vágott a forgalomban. Ha Isten megsegít, nem egyszer öllek meg, hanem kétszer. Ekkor fuldokló, gurgulázó hangot hallott. Billtől származott természetesen. Billtől, akiből most szorítja ki az életet, az a jól ismert, hatalmas, erős kéz. Most azonban mégsem az a rettegés fogta el, amelyet Norman mindig is keltett benne, hanem ismét a dühlet úrrá rajta épp úgy, mint Hill kocsijában, majd később a rendőr sem, de ezúttal olyan erővel, mintha egész lényét magába szippantaná. – Hagyd békén, Norman! – sikoltotta. – Vedd le róla azt az átkozott mancsodat! – Pofa be, ringyó! Hallatszott a sötétből, de Norman hangja nem csak gyűlölködő volt, hanem meglepett is. Amióta csak összeházasodtak, az asszony még soha semmire nem utasította, és ilyen hangot sem használt vele szemben. És még valami történt. A karján valamivel följebb, mint ahol Bill keze az imént hozzáért, Rózi tompa meleget érzett. A karperec volt. Az aranykarika, amelyet a kitónos nőtől kapott. És Rózi tudatában megszólalt a metszően gunyoros hang, ahogyan a nő rá fölmett. Hagyd már abba ezt az ostoba bégetést! Utoljára mondom, elég volt! Ordította, majd elindult arrafelé, ahonnan az elfúró hörgés és az erőlködő, dühött markás hallatszott. A kezét maga elé tartotta, mint a vak. A szája vicsorrá torzult úgy, hogy az ínye is kilátszott. Nem fogod megfojtani, gondolta, mert én nem hagyom. Miért nem mentél el, Norman? Okosabb lett volna, ha elmégy és nyugtonhatsz minket, ameddig még megtehetted. Már egészen közelről hallotta, hogy valaki kétségbe esve kaparásszal falat, és tisztán maga elé képzelte, amint Norman ajkán azzal a gonosz sötét mosolyával odapréseli Billt. Rózi teste, mintha halványpiros folyadékkal teli üvegtartájá vált volna, és ez a folyadék nem volt egyéb, mint tömény, tomboló, eszelőstű. Nem hallott, te utolsó szemét! Azt mondtam, engedd el! Előre rendítette bal kezét, amelyet most a saskarmánál is erősebbnek érzett. A karperec a húsát perzselte, s Rózi, mintha a pulóverén és a Billtől kölcsön kapott csekinát is látta volna tompa izzását. Fájdalom helyett azonban inkább valamilyen veszélyes feldobottságot érzett. Vállon ragadta a férfit, aki 14 éven át ütötte, verte és hátra rántotta. Maga is álmélkodott, milyen könnyen ment. Megmarkolta Norman karját a síkos, vízhatlan anyagon át, majd nagyot taszított a férfin, és belelökte a sötétségbe. Hallotta kapkodó, botladozó lépteit, aztán valami puffant, majd üvegcsörömpölt dobbanásszerűen. Calvin Coolidge, vagy bárki legyen, akit a falra akasztott kép ábrázolt, fejest ugrott a mélybe. Bill fuldokolva köhögött. Rózi szétterpesztett ujjakkal tapogatózott utána, megtalálta a vállát, és nem is vette le róla a kezét.
Bill a fal tövében kuporogva kapkodott levegőjét, és kölcsösen kölgött. Rosie csöppet sem csodálkozott. Ő aztán ismerte Norman erejét. Jobb kezét Bill könnyekéig csúsztatta, a balt nem merte használni, félt, hogy fájdalmat okozna, olyan erős hangot lüktetett benne. Különös érzés volt, s leginkább azt tette félelmetessé, hogy Rosie-nak szinte mámoros élvezetet szerzett. Gyere, Bill, suttogta, gyere velem. Mindenképpen fel kellett jutni a lakásba. Még nem tudta ugyan, hogy miért, de szemelnyi kétségesen volt, hogy a kellő időben majd megtudja. Bill azonban nem mozdult, csak kucorgott a falnál, a kezére támaszkodva, és egyfolytában fuldokolt és köhögött. És még ebben a kétségbeejtő helyzetben is világosan tudta, kihez hasonlít a hangja. Bill végre megmozdult, és egyelőre csak ez számított. Rosie a vakvezető kutyák biztonságával húzta végig az előtérem, Bill most is hörgött és öklendezett, azért engedelmesen követte. Állj! Ordította Norman, a maga sötétségén belüli sötétjéből, s elkeseredett hangjába valami hivatalos íz is vegyült. Állj, vagy lövök! Dehogy is lősz, az elrontaná a mulatságot, gondolta Rosie, de Norman valóban lőtt. A halott csaló 45-öse feldén mutatott a mennyezet felé, a durranás kísértetésen felerősödött a zárt kis térben, és a levegőt betöltötte a lőpor orfacsaró bűze. Az egyetlen töredék másodperce felcsapó éles, sárgás-vörös fénytől Rosie-nak káprázott a szeme, és még utána is vibráló árnyakat látott. Közben sejtette, hogy Norman voltaképpen azért sütötte el a pisztolyt, fel akarta mérni a környezetet, s azon belül a kettejük pillanatnyi helyét. Nos, megláthatta, éppen a lépcső aljához értek. Bill öklendezett, mint a hárni készülne, és Rosie-nak tántorodott. Az asszony a lépcsőház falának esett, és vadul hadonázott, nehogy egyensúlyát vesztve tétre bukjon. Ekkor rohanó léptek hallatszottak a sötétben. Norman támadásra indult. 8/12. Rosie két lépcsőt ugrott, maga után vonszolva Billt. Bill úgy használta a lábát, mintha evezővel kanalazna, segíteni próbált, talán segített is valamennyit. Rosie a második lépcsőről hátralendítette bal kezét, és a nagy állófogast keresztbe döntötte úttollasznak. Norman belerohant, és vad káromkodásban tört ki. Rosie ekkor elengedte Billt, aki megrodjant, de talpon maradt, már még mindig fuldoklott. Rosie megérezte, hogy előredül, úgy küzd a levegőért. Maradj ott, Bill, mormolta. Tartsd magad egy percig. Felszaladt két lépcsőn, aztán úgy jött vissza, hogy Bill másik oldalára kerüljön, s a bal karját használhassa. Ha fel akarja húzni az emeletre, szüksége van minden erőre, amit az aranykarika az izmaiba sugároz. Átfogta Bill derekát, és egyszeriben sokkal könnyebb lett minden. Léhegve cipelte magával a férfit, jobb felé dőlve, mintha nehéz terhet ellensúlyozna, de nem fulladt ki, és a térde sem ragyotozott. Úgy érezte, szükség esetén egy magas létrán is épp így felhúzná. Bill időnként megvetette a lábát, és elrugaszkodott, hogy segítsen, de többnyire csak vonszolta magát a padlószőnyekkel borított fogokon. Aztán a tizedik foknál, vagyis Rosie emlékezete szerint félúton, valamelyest erőre kapott, és több hasznát lehetett venni épp a legjobbkor, mert mögöttük a mélyből kísérteties recsenést tudatta, hogy a fogas összeroppant Norman 110 kilója alatt. Ismét hallatszott, ahogy közeledik feléjük, de ezúttal legalábbis a hangról ítélve négy kézláb. Elég volt a játékból, Rose, zihálta. Vajon mennyivel van mögöttük? Rosie-nak fogalma sem volt róla. És ha a fogas feltartóztatta is, neki nem kellett sérült és többé-kevésbé öntudatlan embert magával cipelnie. Azonnal állj meg ott, ahol vagy! Ne próbálj menekülni! Én csak beszélni akarok vele. Ne közeledj! 16, 17, 18. A lámpa idefenn sem égett, ablak sem volt, olyan sötétség honolt, mint egy tárna mélyén. Rosie ekkor előre tántorodott, lába, amely a 19. fokot keresve felemelkedett, visszintes talajt ért. Úgy látszik, a lépcső csak 18 fokból áll, nem pedig 20-ból, hiszen ez csodálatos. Annyit legalább elmondhatnak, hogy ők értek fel előbb az emeletre. Ne közeledj hozzám, Nor! Ekkor iszonyatos gondolat hasított belé, hogy mozdulatlanná dermedt, s úgy szívta vissza férje nevének második szótagját,
mint akit gyomorszájon vágtak. Hol vannak a kulcsai? Csak nem felejtette őket a kapuban. Elengedte Billt, hogy a tőle kapott cseki bal zsebébe nyúljon, s eközben Norman keze egyszer csak puhán, de erőteljesen a lábikrájára fonódott, mint egy óriás kígyó, amely nem megmarja, hanem halálos szorításával megfojtja áldozatát. Rózi lába meglendült, cipőtalpa éppen amúgy is megviselt orrán talált el Normant, aki felöböltött kínjában. Következő kiáltása viszont igen meglepetten hangzott. A kollátba akart kapaszkodni, de elvétette és visszazuhant a sötét lépcsőházba. Két egymást követő puffanás hallatszott, ahogy esés közben kétszer átfordult. Tört ki a nyakad! Fohászkodott némán Rózi, miközben a keze már rá is kulcsolódott a kulcskarika megnyugtató gömbölyűségére. Hát mégis zsebre dugta, hála legyen érte Krisztusnak, Szűz Máriának és a mennyei királyság valamennyi szentjének. Törd ki a nyakad, végezd be itt és most a sötétben, dögölj meg és száll le rólam örökre. De a fohász nem szállt az égbe. Már hallották is, ahogy Norman mocorog odalent, szitkozódásban tör ki, majd felhangzott a félre nem ismerhető neszezés, ahogy négy kézláb újból felfelé igyekezett, menet közben mindennek, dögnek, kurvának, melegnek, picsának lehordva Rózit. Tudok járni, szólalt meg hirtelen Bill rekedt sípoló hangon, de legalább beszélt végre. Gyere, Rózi, menjünk be hozzád, azaz őrült vadállat már megint itt van. Köhögni kezdett és alattuk, de már egészen közelről Norman felkacagott. Így igaz, öcsi, az őrült vadállat már megint itt van, hogy kipiszkálja a szemed a nyomorult pofádból, és aztán a szádba tömje. Majd meglátjuk, ízlik-e. Ne közeledj, Norman, süvítette Rózi, mi alatt Billt beterelte a szurok fekete folyosón. Bal karjával most is a derekát ölelte, jobb kezét pedig végigpúzta a falon, hogy megtalálja a maga ajtaját. Ökölbe szorított bal kezében, amellyel Bill oldalát támasztotta, ott markolta azt a három kulcsot, amelyre új életében tett szert, a kapujét, a postaszekrényét és a lakásét. Utoljára figyelmeztetlek, ne közeledj! A hátam mögül, a sötétből, még a lépcsőről, de már a legfelső fokról, képtelenségében szinte már mulatságos válasz harsogott feléjük. Engem te nem erészelj figyelmeztetni, szajha! Mélyedés a falban. Ez csak az ő ajtaja lehet. Elengedte Billt, kitapogatta az ajtó kulcsát. A kapukulccsal ellentétben ennek szögletes volt a feje, és az árat kereste. Norman felül nem hallatszott zaj, nem adott életjelet. Míg a lépcsőn van, vagy talán a folyosón, vagy már közvetlenül a hátuk mögött, és Bill hörgő lélegzése árulja el neki a célpontot. Rózi megtalálta a zárat, jobb mutatóját a rés fölé nyomta, nehogy elvédse, aztán be akarta dugni a kulcsot. A szár azonban ellenállt. Érezte, ahogy a kulcs legvége a résbe hatolt, de ennél tovább nem jutott. A vakrémület éles parányi egérfogakkal martosta a bensejét. Nem megy be, lihegte. Pedig ez a kulcsa, és mégsem akar bemenni. Mert biztosan fordítva teszed be, forgasd meg. Mondják csak, mit művelnek maguk odalen? Ez új hang volt a folyosó elejéről, de feljebbről jött bizonyára a második emeleti lépcsőfordulóból. Utána fellekattant a villanykapcsoló minden eredmény nélkül. És miért nem még a villany? Maradjon ott, üvöltötte Bill, aztán már is elfogta az újabb köhögő roham. A torka félelmetesen csikorgon sípolt, ahogy krákogni próbált. Nehogy lejöjjön ide, hívja a a rendőrség én vagyok, te faszkalap! Szólalt meg mellettük a sötétből egy tompa, furcsán fátyolos hang, majd halk reket morgás hallatszott, egyszerre izgatott és elégedett. S a sötétből kinyúló kéz éppen akkor lódította a félre Billt, amikor Rózi végre beletalált a zárba. Ne! Sikoltotta bal kezével csápolva a sötétben. A könyöke fölött a karika most még tüzesebben izzott. Hagyd békén, hallod? Ne merd bántani! A keze sima bőrt ért. Bill Jackie-jét aztán lecsúszott róla, és ismét felhangzott a hátborzongató fuldokló hörgés, mintha valakinek finom szemcséjű homokkal tömnék tele a torkát. Norman nevetett, de a nevetés is épp oly folytottan hangzott. Rózi kinyújtott karral, ujjait szétterpesztve a hangforrása felé ugrott.
Szúrolta Bill vállát, aztán előbbre nyúlt, és valami kísérteties anyagot tapintott. Mintha a rohadós, egyszeres, mint mégis elmenhús volna. Pettyűt, gumiszerű. Igen, az, gumiszerű. Állarc van rajta, gondolta Rózi. Valamilyen állarc. Ekkor egy kéz tapadt a bal kezére, és valami nyírkos üreg berántotta. Még éppen annyi ideje volt, hogy felfogja, Norman szája az, amikor a fogak már összecsattantak az ujjain. A harapás a csontjáig hatalt. A fájdalom irtózatos volt, de ezúttal sem a régi félelmet és tehetetlen megadást váltotta ki belőle. Hadd legyen most is úgy, ahogy Norman akarja, mint ahogy mindig is úgy volt. Nem. A fájdalom csak fokozta tühét egészen az őrjöngésig. Ahelyett, hogy megkísérelte volna kiszabadítani kezét a csikorogva belémélyedő fogak közül, begörbítette az ujját, és a bütykét Norman szájpadlásának feszítette, majd természet fölötti erővel áthatott baltenyere alját az állának nyomta, és lefelé húzta. Különös recsenést érzett, mintha karha deszka engedne a rátételő ember súlya alatt. Norman feje nagyot rándult, a torkából tompán kongó, kérdő hangsúlyú nyögés szakadt fel, amely mintha csupa magánhangszóból állt volna. Áú! Aztán állkapcsa úgy csúszott előre a kificamodott izületekből, mint egy íróasztalfiúk. Ordított kínjában, Rózi pedig kihúzta szájából vérző kezét, és közben azt gondolta. Nesze, a harapás érte rohadék! Most próbál meg még egyszer! Az üvöltésből és a falhoz szúródó ing szüzegéséből kiszámíthatta, hogy Norman hátrafelé támolyog. Most aztán előveszi a pisztolyt, gondolta, és Billhez fordult, aki a falnak hanyatlott, még sötétebb portként a sötétségben, de már megint szívettépőn köhögött. De most már elég legyen, emberek, a rossz viccnek is van határa. Ez ismét a második emeleti férfi ingerült, méltatlankodó hangja volt, csak éppen most már az első emeletről az ő folyosójuk végéről haladszott, és Róziban, aki éppen elfordította a kulcsot a zárban és belökte az ajtót, iszonyú előérzett támadt. Felsikoltott, de már nem a maga hangján, hanem az én a másikén. Tűnjön el maga szerencsétlen, mert megöli, ne vár! A pisztoly elsült. Rózi bal felé nézett, és mint egy lidélces látomásban egy pillanatra föltűnt előtte Norman, amint törökülésben kuporog a földön. A felvillanó fény olyan gyorsan avott ki, hogy igazából nem is láthatta volna, mit visel a fején, de mégis meglátta. Bárgyón vigyorgó bika állarc volt, a lyukas szájat vér, az ő vére keretezte. Még azt is látta, ahogy Norman szeme megszállottan rátapad, a ballonglakó tekintete volt, aki most készül végső, mindent megsemmisítő csatájára. Rózi a harcias kedvű lakó üvöltése közepette rántotta be Billt a lakásba, majd magukra csapta az ajtót. A szobára árnyék borult, a köd eltompította még az utcai lámpa fényét is, amely máskor keskeny sugárban vetült a padlóra, az előtér, a lépcsőház és az emeleti folyosó vaksötétje után azonban a helység még így is világosnak tűnt. Az első, amit Rózi meglátott, a karperec volt, amint lágyan csillog a homályban. Az éjjeli szekrényen hevert a lámpa mellett. Akkor hát magamtól tettem mindent. Gondolta a mélysége szinte együgyű csodálkozással. Egyedül vittem végbe, már az is elég volt, hogy azt hittem rajtam van. Hát persze, felelte egy másik hang józanság nagysádé. Persze, hogy elég volt, lévén, hogy a karperecnek soha, de soha nem volt semmilyen hatalma. A hatalom mindig is ő benne volt. Vagyis név szerint nem. Azt már nem. Ezen az úton nem hajlandó tovább lépni. Ebben a pillanatban különben is elterelődött a figyelme, mert Norman úgy verte az ajtót, mint a tehervonat zúdulna a vékony lemeznek. Az olcsó fáról már is szilánkok pattogtak a nagy súlytól, a sarokvasak csikorogtak. Valahol arrébb az emeleti szomszéd, akit Rózi még soha nem látott, jajgatni kezdett. Gyorsan, Rózi, gyorsan! Tudod, mit kell tenned, tudod, hová menj! Rózi, hívd! Ki kell hívni! Bill csak idáig jutott, aztán újra elfogta a köhögést, hogyan érjen így a mondat végére. Rózinak különben sem volt rá ideje, hogy ilyen ostobaságokra figyeljen. Később lehet, hogy hasznát veszi Bill javaslatainak,
de most csak arra jók, hogy mindkettőjük végzetét megpecsételjék. Ez idő szerint az a feladata, hogy gondoskodjék Pírről, hogy megoltalmazza, tehát olyan helyre vigye, ahol minden valószínűség szerint biztonságban van, ahol mindketten biztonságban lehetnek. Rózi felrántotta a szekrény ajtaját, s azt várta, hogy a szekrény egész belsejét betölti az a másik különös világ, mint ahogy a szobafalát is betöltötte azon az éjszakán, amikor felriadt a mennydörgésre. Mindjárt kiárad a napfény, elkápráztatva a sötétséghez szokott szemüket. De a szekrény csak szekrény volt, keskeny, kissé dohos, üres bútor. A két ruhadarab, amelyet benne tárolt, a pulóver meg a tornacipő, most éppen rajta volt. Na igen, ott volt a kép is, a falnak támasztva úgy, ahogy oda tette, de nem történt vele semmi, nem nőtt meg, nem változott, nem tágult ki, vagy akárhogy is címezze a mutatványait. Csupán a keretből kitört kép volt szakasztott olyan középszerű mázolvány, amilyenbe az ember sibáros nálból a piacon, vagy esetleg a szállókházban belebotlik, semmi több. Kint a folyosón Norman újra az ajtót döngette. A csattanás ezúttal már hangosabb volt, a fából hosszú szilánk szakadt ki, és zajosan hullott a földre. Még néhány ütés, talán csak kettő vagy három, és vége a dalnak. Az ilyen olcsó bérházak ajtaját nem tühöngő őrültek visszatartására tervezik. Akkor sem valami vacak, szimpla kép volt, kiáltotta Rózi. Nekem hagyták ott, és igenis volt benne valami. Egy másik világba vezetett át. Tudom, mert nekem adta a karkötőjét, és most is itt van. Az éjjeli szekrényre nézett, aztán odaszaladt és felkapta a karikát. Súlyosabb volt, mint bármikor, és tűzforró. Rózi, mondta Bill. Rózi éppen csak a körvonalait látta, amint a kezét a torkára tapasztja. Úgy rémlett, mintha a szája véres volna. Rózi, muszáj felhívnunk a... És ekkor hirtelen felkiáltott, mert a szobát ragyogó fény öntött el. De nem az a párás nyári napfény, amelyre Rózi számított. A nyitott szekrényajtón át holdfény áradt a szobába, és végigcsorgott a padlón. Rózi kezében a karpereccel odament és bekukucskált. A szekrény hátsó fala helyén most a domtetőt látta, a hosszú szálú füvet lágy, hol feltámadó, hol elcsutuló éjszakai szellő borzolta, a templom falának és oszlopainak komor körvonalai halaványan fénylettek a sötétben. És fenn a magasban, a lilás-fekete égbolton a hold fényes ezüst tallérja lebegett. Hirtelen a ma vagy ezer éve látott nőstény lókára gondolt, amint elnyúlik a holdvilágos ég alatt, s mi alatt a kölykei a kidőlt fa oltalmában szunnyadnak mellette, ő megigézve mered fel az ezüstös korongra. Bill arca, amelyet beezüstözött a fény, csupa értetlenség volt. Rózi szólalt meg erőtlenül, aggodalmasan. A szája tovább mozgott, de több hang nem jött ki rajta. Rózi megragadta a karját. Gyere, Bill, indulnunk kell. De hát, mi történik itt? Szánalmas volt látni, milyen szavarodott és elgyötört. Róziban, ahogy ránézett, különös, ellenmondásos érzések támadtak. Türelmetlen indulat fogta el, amiért ilyen csikalassúsággal mozog, ilyen nehézkesen várt az agya, de egyszer s mint szenvedélyes valamelyest, de mégsem egészen anyai gyengétség lángolt fel a szívében. Igenis, megvédi ezt a férfit, ha kell, akár az élet árán is. Most ne törődj vele, felelte, csak bízzál bennem úgy, ahogy én is rád bíztam magam a motorom. Higgyél nekem, és gyere, nem késlekedhetünk tovább. Jobb kezével maga után húzta, baljából fonott aranykifliként csüngött a karperec. Bill egy pillanatig ellenszegült, ám ekkor Norman ismét felüvöltött, és nekiszúdult az ajtónak. Rózi félelmében és haragjában felsikoltott, aztán még erősebben markolta Bill karját, és berántotta a szekrénybe, onnan pedig a hátsó falán túl elterülő hold sütötte világba. 8/13. Az egész akkor siklott rossz vágányra, amikor a cafka a lépcső elé döntötte a fogast. Norman pontosabban a szép új kabátja, amelyet oly hamar a szívébe szállt, megakadt a vacakban az egyik sárga részhorog, a hónap legravaszabb mutatványa, átbújt az egyik gombjukon, a másik horog meg, mint pénztárca után kutakodó tehetségtelen zsebtolvaj, a zsebbe akaszkodott meg,
míg a harmadik ott robba láncaként már amúgy is megviselt golyóiba döfött. Norman üvöltve átkozódva próbált kitörni a lépcső felé, de az undorító csökönyös fogas ragaszkodott hozzá, és még csak magában sem húzhatta, mert egyik karomszerű lába, Isten tudja hogyan, a lépcső tartóztopára hurkolódott, és kivetett horgantjén békjózta meg Norman-t. Hiába, valahogy akkor is fel kell jutnia. Még csak az hiányzik, hogy a nő meg a stricie bezárkózzanak a kis odójukba, mielőtt utolérni őket. Persze tudta, hogy végszükség esetén betörhetni az ajtót, rendőri pályafutás alatt több tucat ajtót tört már be, és volt köztük igazán szívós, jól megácsolt jószág. Csak hogy az idő mindinkább főszereplővé lépett elő. Lelőni nem akarta nőt, az ilyen halál túl gyors és méltatlanul könnyű lenne az ő futórózsája számára, de ha az akadályok nem hárulnak el az útjából még hozzá perceken belül, a végén nem marad más választása, az pedig arcpirító szégyen lenne. Engem küldjön a pályára, mester, vikoltotta a kabát zsebéből a bika. Kipihent vagyok, felkészült, napbarnított, csúcsformába lendültem. Ez már beszéd, végre egy jó gondolat. Norman kirántotta zsebéből az állarcot, és a fejére húzta, nagyot cippantva a húgyos kuminszakból. Az egyveleg nem is volt kellemetlen, sőt, bizonyos értelemben megnyugtatóan hatott. Viva el Toro, kiáltotta, és kievickélt a kabátból, majd előrántotta a pisztolyát, és a lépcsők felé vetette magát. A nyomorult fogas még most sem adta fel. Az egyik istenverte horgával a bal térdébe próbált akaszkodni, Norman azonban jóformán meg sem érezte. A következő pillanatban pedig az egész ronda tákolmány összetört a súlya alatt. Norman vigyorgott az állarcban, és vadul csattogtatta a fogát. Módfelett tetszett neki az összekoccanó biliárkolyókra emlékeztető félelmetes hangzás. Elég volt a játékból, Rose. Ki akart egyenesedni, de a térde, amelyet a fogas felsétett, megrodjant. Azonnal állj meg, ott, ahol vagy, ne próbálj menekülni. Én csak beszélni akarok veled. A nő visszaordított valamit, üres handabandázás egyik fülénbe a másikon ki. Norman tovább kúszott, olyan gyorsan és olyan nesztelenül, ahogy csak lehetett. Végre aztán megérezte, hogy valami mozog előtte. Azonnal lecsapott, és sikerült is elkapnia a nő lábikráját. Belevájt a körmét a húsába, ó, micsoda mennyei érzés volt. Megvagy, gondolta diadaltól mámorosan. Istenemre mondom, megvagy végre, meg. A nő lába söréttel töltött boxerként vágódott ki, s orrának egy eddig sértetlen pontján talált el. A fájdalom irtózatos volt, mintha egy afrikai mérajt engedtek volna szabadon a fejében. Rose kitépte magát a szorításából, de Norman ezt szinte észre sem vette, mert ő maga hátra tántorodott. A lépcsőház kollátját kereste, de éppen csak a kollát alját csúrolta az ujjával, aztán visszabuckázott le egészen a fogasig, közben az elsütő billentyű védőkengyelére tapasztott kezét, nehogy a végén a saját bőrét lyukassza ki, ahogy a csillagok álltak, ez egyáltalán nem volt képtelenség. Egy pillanatra roncsomóként elterült, aztán megrázta a fejét, hogy kitisztuljon, és újólag megostromolta a lépcsőt. Ezúttal nem ugrott meg a tudata, többé-kevésbé észnél volt. Mindazonáltal nem hallotta, mit kiabálnak neki az emeletről, és fogalma sem volt, hogy ő vajon válaszolt-e. Az orrában tomboló friss fájdalom vörös függönyként ereszkedett elé, és eltompított minden egyéb érzékelést. Annyit azért észlelt, hogy valaki más is be akart tolakodni a mulatságba, az a bizonyos közismert ártatlan szemtanú, és hallotta, amint Rózi kis Tricie eltanácsolja az illetőt. Az egészben az volt a legjobb, hogy a hangról pontosan megállapította a kis Trici helyét, tiszta ügy. Kinyúlt utána, és a kis Trici ott is volt. Megmarkolta a nyakát, és újból folytogatni kezdte. Ezúttal nem végez fél munkát, gondolta, amikor egyszer csak Rózi kezét érezte az arcán, azaz, hogy az állarcán. Olyan érzés volt, mintha egy novokain injekció után megsimogatnák az embert. Rose. Rose megérintette. Itt van. Amióta a nyavajás bankkártyával a táskájában kisétált a házból, most először itt van tőle karnyújtásnyira. Norman egyszeriben hidegen hagyta a kis cici. Megragadta a nő kezét, begyömöszölte az állarcáján át a saját szájába, és teljes erőből ráharapott.
Micsoda gyönyörűséges mámor! Csak hogy ekkor történt valami rossz, valami szörnyűség, mintha a nő az egész állkapcsát kiszaggatta volna a helyéről. A fájdalom acélnyilvesztőként szökött fel jobbról-balról a halántékáig, hogy aztán a két nyíl a feje búbján egymásnak csattanjon. Norman üvöltve tántorodott vissza. Ó, a szuka, a nyomorult piszkos dög! Mi történt vele, hogy kezes kisegérből szörnyeteggé vedlett át? Ekkor megszólalt az ártatlan szemtanú. Norman biztosra vette, hogy eltalálta, legalábbis valakit eltalált. Így csak olyanok ordítanak fel, akiket golyó ér vagy megégnek. Már éppen Rose és a stricéje felé fordította a pisztolyt, amikor ajtó csapódott. A szajha mégis bejutott előre az odújába. Egyelőre azonban még ez sem volt olyan fontos, ahogy az imént az orrában fészkelő kín felettette sérült érdét és sajgó heréjét, úgy most a fájdalom gyújtópontja az állkapcsába tevődött át. Mit művelt vele ez alatyó? Úgy érezte, mintha arca alsó feltáját felhasították, sőt, kifeszítették és megnyújtották volna. Fogai önálló bolygónként lebegtek az orr előtt az űrben. Nem marháskodj, Normi! Suttogta a papája. Kiuklatta az állkapcsodat, ennyi az egész. Tudod, milyenkor a teendő, hát láss neki. Pofa be, Vimbuzi! Szerette volna mondani Norman, de eltorzult száján csak valami szadvalékot tudott kipéselni. Letette a pisztolyt, süvegujját az állarcba akasztotta egy följebb ráncsa, szerencsére ezúttal nem húzta le végig, amikor belebújt, és tenyerét vigyázva az állkapcsához nyomta. Mintha a házából kiugrott golyós csapágyat érintett volna. Összeszedte magát, hogy felkészüljön a fájdalomra, aztán még lejjebb csúsztatta a kezét, és hirtelen nagy erővel felfelé nyomta az állát. Fájt is, már hogy ne fájt volna, de leginkább azért, mert először csak az egyik oldal ugrott vissza a helyére. Így aztán az arca olyan ferde lett, mint a féloldalasan betolt fiók. Ha ilyen ferde pofát vágsz, Norman, úgy maradsz, sziszegte benn az agyában az anyja, milyen tisztán emlékezett még erre a mérgezett nyelvelésre. Norman munkába vette arca jobb felét, s ahogy a jobb állkapocs is a helyére ugrott, valami kattant oda benn mélyen a fejében. Valahogy lazának érezte az egész szerkezetet, mintha az erőszakkal megnyújtott inak még nem feszültek volna ki. Ez alig, hanem némi időbe telik majd. Fura érzés fogta el, ha most ásítana egyet, az állkapcsa talán egészen a derekáig szánkózna. Az állarc, Normi! Suttogta a papa. Ha végig lehúzod, mindjárt jobb lesz. Szent igaz, mondta a bika. A hangja tompán szólt az össze-vissza gyűlt állarcból, de Norman így is tisztán értette. Gondosan lehúzta úgy, hogy a széle az álla alá érjen, és ez valóban segített. Az állarc úgy tartotta össze meglazult izületeit, mint valamilyen sajátos szuszpenzor. Nagyon találó, jegyezte meg eltóró. Tekints most állvédőnek. Norman mélyeket lélegezve feltápászkodott, s a zsarutól elemelt 45-öst az öve alá dugta. Minden rendben, gondolta, most jön a férfi munka. Csöcsösöknek tilos a belépés. Mintha a szeme is élesebbé vált volna, az állat szemlésén keresztül minden tisztában látott. Persze, biztosan csak képzelődik, de akkor is így érezte, és ez kellemes, önbizalmat tápláló érzés volt. Hátát a falnak szorította, aztán egy ugrással az ajtónak vetette magát, amely mögött Rose és a stricéje eltűnt. A mozdulattól az állkapcsa még az állarc szoros burkában is fájdalmasan rezgett, de Norman nem zavartatta magát. Habozás nélkül másodszor is az ajtónak veselkedett. Az megremegett a tokjában, felső lemezéből hosszú szilánk pattant ki. Normanben hirtelen vágy ébredt Harley Bissington után. Persze ketten együtt egyetlen lendülettel bevennék ezt az ajtót, és aztán hálából ráengedné Harleyt a feleségére, mi alatt ő Norman a fiújával foglalkozik. Harley egész életében kimondhatatlanul is arra vágyott, hogy egyszer megkupakolhassa Rose-t. Norman, ha nem is értette ezt a vágyat, kiolvasta a barátja szeméből valahányszor az ő házukban járt. Ismét nekiugrott az ajtónak. A hatodik kísérletre, vagy talán eltévesztette, és már a hetedik volt a szerencse szám,
A szár szétpattant, és Norman, mint akit parittyából lőttek ki, a szobába vágódott. A nő itt volt benn, ő is, a stricéje is, itt kellett, hogy legyenek, de egyelőre nem látta őket. A szemébe csorgó veríték elhomályosította látását. A szoba üresnek tűnt. Na de ez nem lehet igaz. Az ablak csukva volt, még el is reteszelték, azon át nem menekülhettek. Keresztül rontott a szobán, amely homályosan derengett az utcai lámpa ködernyőzte fényében, feje jobbra-balra forgott. Ferdinánd szarva a levegőt bökötte. Hol van az a dög? Hova a büdös francba tűnhetett? A szoba túlsó végén nyitott ajtót pillantott meg, s a mögött lehajtott fedelű vécét. Oda rontott, és szemét összehúzva lesett be a fürdőszobába. Üres. Ha csak... Előrántotta a pisztolyt, és kétszer a zuhanyfüggönybe lőtt. A virágmintás nejlonban két kis lyuk nyílt, mint ámuló fekete szempár. Norman lázasan félre rántotta. A kád üres volt. Mindössze két csempét sikerült lelőnie a falról, többre nem vitte. De talán így is van jól, hiszen amúgy sem ezt a véget szánta a nőnek. Ez biztos, de hol a nő? Norman visszavágtatott a szobába, letérdelt, inkább csak a rendkedvéért nyögött hozzá, mert igazából nem érezte a fájdalmat, és a pisztoly csövével ide-oda kotorázott az ágy alatt. Semmi. Dühében és csalódottságában öklével verte a padlót. Amikor felállt jobb meggyőződése ellenére, az ablakhoz indult, mert máshová már nem mehetett, legalábbis ezt hitte, míg nem egyszer csak egy nyitott ajtón, amely mellett az imént figyelmetlenül elcsöltetett, ragyogó fénysugár csapott ki. Olyan holdfényszerű. Holdfény, tényleg azt hiszed? Hát tisztára begolyoztál, Normi. Ha már elfelejtetted volna, odakint köd van, fiú, köd. De még ha az évszázad legkerekebb teliholdja világítana is ma éjjel, az csak egy szekrény, hogy pontosak legyünk, egy első emeleti fali szekrény. Nos, meg lehet, csak hogy Normanben immár gyökeret vert a meggyőződés, miszerint az a verítéktől bűzlő, zsíros hajú, ágyék körül tapizó faszobó apadalszkép, akit valaha a magánynak mondhatott, korán sem tartja kezében a bölcsek kövét. Annyit Norman is tudott, hogy az első menetű faliszekrényekből nem szokott holdfény áradni, de ő ezt látta a saját szemével is, punktum. Pisztolyát lóbálva lassan az ajtóhoz lépett, és megállt a fényáradatban. Kilesett az állat szemlésén, most furcsa mód úgy tetszett, mintha a két szeme egyetlen résen kukucskálna át, és belenézett a szekrénybe. A kopár oldaldeszkákból kampók meredeztek, és a középen végigfutó fémlótból ruhaakasztók kimbálóztak, de a hátsó fal eltűnt. Magas fűvel benőtt, holtsütötte domboldal látszott a helyén. A fák sötét tömegében Szent János pagarak fénypontjai cikáztak szeszélyes pályájukon. A hold gömbölyű volt, már még nem telt ki egészen. Az előtte vagy mellette elúszó felhők néhány pillanatra lámpásként világítottak. A domb tövében valamilyen rom látszott. Norman tüledező meleg házra vagy talán elhagyatott templomra emlékeztette. Tisztára elment az eszem, gondolta. Vagy ha nem, akkor a nő valahogy kiütött, és az egész holmi lázálom. Ezt azonban nem fogadta, nem fogadhatta el. Azonnal gyere vissza, Róz! Ordította bele a szekrénybe, amely voltaképpen már nem is volt szekrény. Gyere vissza, nyomorult szajha! Semmi válasz. Csak az a hihetetlen táj lebegett továbbra is előtte, aztán egyszer csak leheletszerű fű és virágillattól terhes fú alatt is meglegyintette, mint egy bizonyítva, hogy mégsem valamilyen valósághű tévképzetről van szó. És most, mintha hallott is volna valamit, tücskök ciripelését. Elloptad a bankkártyámat, te szemét. Dünnyögte, majd megragadta a falból kiálló ruhakampók egyikét, mintha a föld alatt inkapaszkodna. Idegenszerű, holdvilágos táj terült el előtte, de nem érzett szorongást. Felháborodása minden más gondolatot elnyomott. Elloptad, és erről el kell beszélgetnünk, mégpedig közvetlen közelből. Belépett a szekrénybe, és átbújt a rúd alatt, leverve közben néhány akasztót,
majd egy pillanatra megállt, hogy belenézzen az előtte megnyílt másik világba. Aztán elindult. Úgy tűnt, enyhén lejt a talaj. Régi házakban közlekedik így az ember, ahol az egyes szobák padlószintje már nem egészen egyforma, de egyebet nem érzékelt. Egyetlen lépés, és már is eltűnt alulról a deszkapadló, és a semmibe veszett az idegen első emeleti egyszobás lakás. Füves talajon állt, és körüllengte a már korábban érzett illatos húvallat. Bebújt a szemlésen, igen, valóban csak egyetlen szemlés maradt az állarcon, fogalma sem volt, ez hogy történhetett, de az első, sorsdöntő lépés után ez sem tűnt már olyan különösnek, és felütítette összevisszazúzott verítéktől gyöngyöző bőrét. Megragadta az állarc oldalát, hogy feljebb húzza, és az egész arcát kitárja a jótékony szellő simogatásának, csak hogy az állarc ellenállt. Meg sem mozdult többé.